Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Végig rádiózzuk a 4-es metró vonalát. Élőben a föld alól. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 16 perc, jó reggel. Fővám tér, az ajtók záron. Aha, szóval így utaztok ti. Ez érdekes egyébként. Ilyen a mi szóval életünk, Balázs. Aha, szóval most egy picit bepillantást nyerhetél az egyszerű emberek hétköznapi életébe. Szóval így néz ki a metró belül. Így van. Érdekes. Ők az utasok egyébként. Ismerkedjetek meg. Na, hát drága hallgatók, egyelőre még mi is szokjuk a történetet. Itt vagyunk a föld alatt, jelen pillanatban egy sötét alagútban. Szóval tényleg sok helyen rádióztunk már. És sok helyen voltunk, sok mindent csináltunk, de metró még nem utaztunk. Hihetetlenül bizarr az egész. Hát ugye én nap mint nap utazom a metrón, de nem igazából így. Nem ilyen körítéssel. Kevesebb a Klassz FM-es zászló. Igen, és a hostess lány. És azért vicces, mert tartanod kell magad beszéd közben egy ilyen kicsit oldal gyorsulásnál. Igen. De egyébként szerencsés helyzetben vagytok, mert hogy az asztal két oldalán ültök, ugye mondjuk a hallgatóinknak, hogy hogy néz ez ki. A vezető mögött ülünk, ugye az első két ajtót nem is nagyon lehet kinyitni. Ti oldalt a menetiránynak, vagyis hát tulajdonképpen mindent láttok. Bocsáss meg, Jani, Kálvin tér az ajtók a bal oldalon nyílódnak. Nyugtass meg, hogy ezt nem fogod ízni. Viszont a legdurvább talán nekem a menetiránynak háttal ülök. Viszont 10 perc van már menetiránya szemben. Nem, te sose fogsz szemben. Hát miért nem arra megyünk? Átmegy a sofőr bácsi? Nem, hát elindulunk visszafelé. Nem kell legyet a végén, amit tudjátok. Nem, akkor mindig átcuccom. Ja. A kocsi elejében. Igen, akkor folyamatosan átmegyünk. Na, drága hallgatóink, hát aki szeretne csatlakozni, megteheti egyébként. Jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor a Kálvin téren vagyunk, ami az egyik legszebb megálló. De már nem sokáig. Már nem sokáig, mert megyünk tovább. Bárhol a 4-es metró vonalán egészen nyugodtan fel lehet szállni, fel tudtok szállni. Vagy a kocsi elejébe, vagy a kocsi hátuljába vagyunk. Ugye függően attól, hogy mi a menetirány. Igen, hogy a keleti felé haladtok, akkor mi a kocsi elejében vagyunk, hogyha pedig kelenföld felé, akkor a kocsi végében. Úgy keresetek minket. De vagyunk itt egyébként elegen, úgy látom. Igen. De tehát már ne szálljon föl senki. Igen. Remélem vettétek alapot. De igazából egyébként ugye a dal szövegnek, és kérdezem a kedves utasainkat, hogy annak idén Charlie énekelte, hogy aki szép, az reggel is szép, és... Ugye? És ugye pillantjuk az asztal főre. És kiül szemben az utasokkal. Na, csak néhány mondat, hogy mi történik ma itt velünk. Rengeteg mindent lehet nyerni. Ugye ezt már mondtuk a múlt héten, hogy készültünk egy csomó ajándékkal azoknak, akik itt vannak a helyszínen, és azoknak, akik hallgatnak bennünket, mert brutális okos telefonjaink vannak, és ezeket mi szeretnénk odaadni. Hogy egy kicsit azoknak, akik velünk találkoznak, könnyebben induljon a reggel, és azoknak is, akik hallgatnak bennünket, talán jobb kedvük lesz, ha tudnak tőlünk nyerni. Úgyhogy... Úristen, mennyit voltam tinédzser koromban. A Rákóczi tér. Igen. Mennyit kerítetek a kis polszkival, hogy találtok egy normális árat. Sose tudtuk igazából, mit keresünk, mert nagyon fiatalok voltunk, de tudtuk, hogy ide kell jönni, mert itt van valami. Igen, a Rákóczi térre futottunk ebben a pillanatban. Szóval a telefonokat lehet ma nyerni, hát akik adásban hallgatnak bennünket, talán nekik lesz egy kicsit nehezebb, mert hogy a telefonszámokat nem fogjuk végig megadni, hanem egy bizonyos részét megadjuk a számnak, aztán a többit majd ki kell találni. Ha nagyon nem szólal meg a telefon, mert hogy minden órában lehet nyerni egyet, itt van mellettünk a telefon, ha látjuk, hogy nagyon nem csörög senki, akkor egy picit segítünk. Mert elvileg ugye hát 999 variációt kellene beütni, ha az utolsó három számot nem adjuk meg. Jól matekozom? Igen, jó, menő vagy. És hogyha 10-ig nem szólal meg egyetlen telefon, akkor beljebb vagyunk. Négy telefonnal. Igen, óriási szerencséd van, mert akkor van 4 telefon. És nem rossz telefonok. Nem rossz telefonok, a hétvégén utána nézegettem ezeknek a dolgunk természetesen. Rá tudtam keresni a típus számra. Ilyen, 13 megapixel. Igen, hát nem olyan gyengé. Hát a csúrancseppen egy. Miért megmarad, vagy véletlen nem szólal? A csúrancseppen is jut eszembe, hogy a Móricán tudtok kiszállni, úgyhogy a leggyorsabban eléritek a budit. Tényleg? Aha, az csak egy körös. Én hoztam kacsát, úgyhogy én meg vagyok gyerekek. Itt az asztal alatt szépen bekötöttem magam, úgyhogy nem. Túrec és a csőre belülről, én azért nem szeretem a kacsákat. Jobb lett volna, hogy egy birkát hozom. Mert egyébként nincsen buzi lent? Nincs. Hát miért lenne? Hát ha metrózol, utassanj, akkor ezt tessék otthon elintézni, vagy a föld felett, nem? Hát de a Móricon most... csekkoltam. Jobb kézbe felmész, jobb kézbe rögtön. Igen. Nagyon kedves néni. Csak egy fél kör alatt meg tud csinálni, amíg kerül a metró. Igen. Aha. Igen. Jó, körülbelül felénél vagyunk, mert ez jó, mert ugye a metró az nem fog várni. Egy pillanat, csak felszadok, szerintem kicsi lesz, de talán nagy.
Na, milyen volt a hétvége? Kinek hogy telt? Jó Isteni idő volt. Jó, hát jó volt? A jó időben, vicces. Jó volt? Jöttetek, mentetek? Jó volt. Milyen volt a Balaton? Ja, voltunk lent a Balatonon, természetesen leugratunk szárszóra egy kicsit. Elég jól indultam, hogy a hétvégig egy picit visszaugorva az időben, mert a gyereknek eltört az egyik ujja kidobósozás közben. De mivel kidobósozott? Medicilabdával? Nem, volt egy... Ez egy szegény iskola és macska kövekkel szokták dobálni egymást, meg a bontási törmeléket. Miért nem sima labdával? Hát ez egyik kis rendszer, picit túlságosan bizonyítani akart, hogy mennyire rendben van, mennyire kemény, mennyire tökös. Már aztán úgy oda csűrte a gyerekhez, hogy picit megrecsent az egyik ujja. Aztán el kellett mennünk először az STK-ba, aztán a Balsebbe. Hát most az STK nagyon érdekes volt, mert hogy a bácsi, aki ott éppen az ügyeletet vitte, viszonylag ritkán látott olyan gyereket, akinek el volt tűrve az ujja, és gyorsan megnyugtatta azzal, hogy ezt szögelni kell. Szögelni kell. Várj, ő a portás volt, vagy egy orvos? Én nem tudom, tehát hogy egy picit így... A fehér köpeny? A Móni elmesélte otthon, akkor én is arra tippeltem először, hogy ő nem egy doktorbácsi volt, hanem a karbantartók egyike, és azt mondta, hogy szögelni, na hát ettől mondom, hogy kell, nagyon megnyugodott a gyerek, átmentek a Balsebre, és ott pedig mondták, hogy szögelni. Ha bementek egy kórházba, ne az legyen, hogy első, akinek meglátok, megmutatjátok a gyerek ujját. Tehát ott még van portás, van liftkezelő, tehát hogy várjátok meg, amíg jön valaki fehér köpenybe. Nem, fehér köpenybe volt. Stetoszkóp a nyakában, tehát hogy... Elnézést, azt hiszem, a gyereknek eltört az ujja. Nem tudok segíteni, de vannak nagyon szép bagdatúra szendvicseik. Van egy kuncsgolyó, lehet válogatni. Ő volt a büfés. Bocsánat, gyerekek, csak itt kérdés, mi az a megálló, ahol mindenki kiszáll, igen, mert leülesett. Ennyire gyenge a műsorom, hova mentek? Tűz van? Tudtok valamit? Csak csináljuk tovább. Nem szabad bennmaradni. Aha, tehát gyerekek, a keleti... fordulónál. Én ritkán utazom a 4-es metróval, de a helyzet az, hogy a keleti pályaudvaron mindenki leszáll. De visszakapjuk őket majd később? Igen, ha ügyesek, akkor igen. Figyeljetek, ja, hogy végállomás, szép volt. Na figyeljetek, ez az a hely, ahol utas még nem járt. Ahhoz képest elég sokan vagyunk a ja. Szerelvény. Aha. Viszonylag. De nem egy átlag utas, ide már nem jöhet be. Hát csak mondom, hogy élő közönségnek nagyon szívesen tolom itt a dolgot, de ennek két embernek most... Ja jó, közben rájöttünk, mi történt, igen, elértük a végállomás, egy brutális 11 perc alatt, iszonyatos meredt idővel lefutottuk a kört, és bemegyünk ugye óriási. Hátra, majd itt szépen átállítanak bennünket egy másik vágányra, vagy a vágány átáll, és utána megyünk vissza. Szálljunk ki, és botorkáljunk a síneken, olyan, mint a Walking Dead, tényleg. Na, mindegy, visszatérve a gyerekre, igen, a vége az lett, hogy simbe tették az ujját, úgyhogy hogy igazából olyan nagyon komoly gond nem történt, csak 6 hétig nem tornáz, 6, illetve 2 hétig nem tud írni, majd rajzolni sem, ugye a jobb kezével, tehát hogy azért nem annyira kellemes a dolog, viszont öröm az örömben, hogy 3 biztosítása is van a gyereknek, úgyhogy tudom, hogy miből veszel már meg a Black Sabbath-ra a jegyeket. Hát figyelj, nem azért fizetjük már. Na így van, hát fizetniük is kell. Hát akkor kössünk biztosítást, és törögessük az ujjainkat. Van egy alap egyébként, amit ugye minden gyerekre megkötnek az általános iskolában, azon felül lehet egy ilyen bonuszszolgáltatást is vállalni, meg nekünk van egy harmadik is, úgyhogy persze, úgyhogy megnézem az éjjékat. Június. Aztán, nagy pénz. Na, ehhez képest nem volt olyan nagy szám, de hogy természetesen persze az volt. Lem voltunk Szárszón is, egy kicsit ellátogatunk a kedvenc éttermünkben, megnéztük a József Attila emlékházat, meg egy kicsit hédereltünk a Balaton parton, ami csodálatos volt most is. Üres, ugye? Üres volt, igen. Elfértetek. Ezzel szemben a velencei tó gyerekek olyan forgalom volt, hogy nem lehetett kilépni azért a Bringa útra. Nem tudom, mindenki megőrült és tókört akart menni. Gyakorlatilag így reggel 8-kor elindult a történet, el akartam menni a boltba, és így meg kellett állnom a bicikli út szélén. Annyian voltak? Igen, még végre valaki kihagyott egy sort, hogy át tudjál menni. Őrület volt, nagyon jó idő volt, és mindenki ment körbe, úgyhogy nálunk ez nem volt elmondható, hogy üres lett volna a tó, és ugyanez volt elmondható. Jó napot kérek, visszaszálltak az utasok, óriási. Visszakaptuk a hallgatóinkat, köszönjük. Ja, mert ez már másik oldal. Olyan őrület volt tegnap az M1-M héten visszafelé, hogy azt el nem tudom mondani. A Ligetben voltam, kivittem a nagyszülőknek a gyereket, kicsit lepasszoltuk. Hogy, de ott az egy ilyen találkozási pont, tehát hozzájuk nem viheted el. Nem, ugye? Csak mindig csak a liget. A ligetben. Csak a liget, a titkos találkozó hely, csak a liget. Félreérted, arról van szó, hogy Balázs szülei a Lajcséktól vették a lakást, és sajnos most a ligetben kell lakniuk. Igen, veszélyben vannak szegények. De olyan őrület volt ott is, mint a, én nem tudom, jövő héten már nem lenne állatkert, vagy nem lenne cirkusz, vagy nem lenne liget. Nyilván az utolsó jó idő, amit egyébként az ember 3 hete mondogat, hogy most az utolsó jó idő, most az utolsó jó idő, tehát többször
magyarázhattak. Figyelj, egy parkolóhelyért konkrétan folytogatták egymást az emberek. Gunyó volt, verekedés volt, össze-vissza állt meg mindenki, dudáltak. Olyan volt a Liget, mint egy ilyen elszabadult tüntetés. De elnézést, én az állatkert szóvivője vagyok, hagyd parkoljak már egy a rohadt ilyen. Ez az én helyem. Na mindegy, hát lehet, hogy az utolsó egyébként valójában, aki még ma indul, az nagyon ne öltözzön fel, mert hogy nincs túlságosan hideg, szemerkél az eső itt Budapesten, le 10-12 fokot mértünk, ennél állítólag csak hidegebb lesz majd. Hidegebb lesz a héten, úgyhogy hát jön a hidegfront, hétvégére már csak 11 fokot mondanak is szakadó esőt. Igazi októberi időjárás. Lehet, hogy tényleg volt annak értelme, hogy tegnap még mindenki kicsit üldözte a napfényt. Na, mi történik itt a keleti pályaudvaron? Most felvettük az utasainkat, és megvárjuk, amíg mindenki kényelmesen elhelyezkedik. És akkor utána elindul, gondolom én. Viszonylag sabloros dolgok történnek. Egyébként az emberek munkába indulnak, vagy munkába érkeznek haza. Busszal, metróval, de tartjuk fel a rendes forgalmat? Szerintem mi az, ahogy itt állunk? Nem. Mi vagyunk a rendes forgalom. Persze, mi nem vagyunk rendes forgalom. Hát hogy ők az utasok, nem statiszták. Persze. Amúgy is, nekik van dolguk a város. Nem csak miattuk keltek fel. Igen, de arra gondoltál, hogy ide hívtunk mondjuk 400 statisztát, hogy telinek tűnjön a járatunk? Rendes járat vagyunk egyébként. Hát de volt egy srác, akivel mi beszélgettünk, a Lacival, mi ideértünk reggel, aki azt mondta, hogy te vagy az, aki végig velünk akar érni, mert ő telefonért jött, ezt mondta. Hát ja, nem tudós. Hát nem lehet, rendes utas. Kikérem magamnak, egy játékos utas. Ő az, aki leszáll az utolsó megállónál, megvárja, míg visszajövünk, ugye hátulról a kocsiszínből, majd visszaszáll. Na, jól van, nem sokára akkor mondjuk, hogy már az első telefont meg lehet majd nyerni, itt a helyszínen is, és adásban is, ehhez adunk egy kicsi itinert, mert arra rájöttünk, hogy ha csak annyit mondanánk, hogy 0670, valószínűleg soha nem szólalna meg ez a telefon. Nem. Viszonylag sok számkombináció van. Úgyhogy mi négyet megadunk majd, és az utolsó hármat kell nektek kitalálni, ha visszaszerzem az adásmenetemet. Az utolsó hármat kell nektek kitalálni. Jó? Azon gondolkozom, hogy hát elmondhatjuk az elsőt, egyébként nyugodtan. 6609, ez az, amit biztosan tudunk. Jó? A telefon itt van mellettünk, Jani mellett. Ha megszólal, akkor az biztos, hogy már egy szerencsés nyertes. De nem ez a négyés, ugye? De négyés, hiszen nem vagyunk a főd alatt. Anyámnak is nem volt. Nem, az csak nagy azért gombos, becsüregem. Hogy jól lássa a mama. Csak mondom, hogy azért egy kis input nem lenne rossz rajta. Szóval, hogy ennek a telefonnak már magának a SIM-kártyának a számát kell kitalálni. 6609, ez az eleje. Jó? Aha. Értelemszerűen a hió körzet után, a 0670-es szám után 6609. Ha megszólal, akkor nem adunk több segítséget, mert a hallgatóknak megvolt a három szám. Ha nem, akkor lehet, hogy picit segítünk, ha nagyon nagy a csönd. Jó? Tehát ha megszólal, az a fránya csengő felvesz. az a fránya csengő, igen. Hogy álltunk játékkal a múlt héten? Jól fosztuk. 3-2-re. 3-2-re, 2-t vesztettem. Az olyan, és kétszer játszottam. A 3 az mi? Nem voltam túl hatékony. Nem vagyunk vesztési irigyek, tehát ha gondolod, ezen a héten is nyugodtan veszíts 2-t, ha 3-at tudunk hozni, akkor nincs baj. Jókos vagyunk. Jó, hát most a helyszínről játszunk nyilván, tehát adjuk meg a lehetőséget azon hallgatóinak, akik itt metroznak velünk, hogy játszunk picit a helyszínen. Na, szóljatok a tűzjelző, mert akkor leszállok. Jó, mert folyamatosan csipog valami. Azt mondja, hogy az állatok világnapja volt tegnap, azért voltak sokat a Ligetben. Budus vagy, hogy ezt nem tudtad. Henny, köszönöm, vagy Hajni, még ha megelőlegezed nekem, hogy nem tudtam. Tudtam, csak nem értettem, hogy annak ellenére jövő héten, vagy egy héttel ezelőtt ugyanazok az állatok vannak az állatkertben. Ugye? Tehát, hogy ezért az állatok világnapja van, kimegyek, de rákövetkező héten, hogy az előző héten, és nagyjából ugyanazok az állatok vannak az állatkertben. Olyan sok minden nem változik. Az van, hogy ez akkora nap egyébként az állatoknak az életében is, hogy azok, amik egyébként ilyenkor benn szoktak lenni, azok is előjönnek. A hangáik hozzászoktatták őket, hogy ezen a napon kapnak enni. Kirúgdossák az oroszlánt. Illetve nem, hogy kint kapnak enni. Kirúgdossák az oroszlánt, az ormányánál fogva kihúzzák az elefánt. Gyere már ki! Márki Lajos, basszus, egész életben bent rohadt. Igen, az állatok világnapja van, gyere már ki! Na, titeket is láttalak már élőben, jól kezdődik a hét, ezt Kornél írta nekünk, köszönjük szépen! Aztán nekem a biztosító 70 ezer forintot fizetett a gyerek kartörésére törésenként. Oh. Ami már ötször megtörtént, 9 éve. Nincs lóvé, gyere kicsim. Úgyhogy ezzel bőven meg vagyunk. Fiúk, mit csináltok a metróban, kakilni kell? Hát ezt János elmondta, felmérte a terepet, meghúzzuk a véget és kiszállunk a Móriczon. Móriczon, igen, és akkor jobb kész felől találjátok az udvarias nénit. 180. 180? Annyi mostanában. Azt mondja, hogy fiúk, már nagyon várom, hogy teszteljétek az 5G-t az 5-ös metron. Várjál még egy picit arra, jó? Az nem a mi életünkben fog megtörténni. Az 5G az talán igen, de az 5-ös metron az nem annyira.
Nem akarom túl okoskodni, de az inkább 1000 variáció, bár tök mindegy, csak azért írtam le, hogy szép napot és jó utat kívánsak mindenkinek. Hát a három számot... Igen, mert 0-0-0, ugye az is lehet a vége. Jó, ez kilőve, meg... na most már 999. Úgy igen. Jó. Tehát a 0-0-0 az logikus, hogy az nem lehet. Az nem lehet egyedül. Egyezetek egy döntetlenbe. Megszívódjatok. Csak mondom. Mi van? Már hívtak? Csak mondom, hogy már valaki hívott, igen. Úgyhogy, ha kijelezte a számát, akkor mindjárt visszahívjuk. Már valaki hívott. De már. Feleséged? Megadtad ezt a számot? Így van. Móni telefonát nem fizettük be részleteket mondtam, a biztosítón. Mondtam, hogy ne erre a szimkártyára irányítsd át magad a rohadt életbe. Ha téged hívnak, az nem jár, pénze. Na, jól van, elmegyünk meghallgatni a híreket. Jó, addig nyugodtan próbálkozzatok. Ha valaki szeretne bennünket megtalálni, akkor újra a Rákóczi téren vagyunk, és ez így lesz még egyébként körülbelül 43-szor, ami ugye megjárjuk ezt a kis 12 perces vonalat, jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal, fél hét múlt, pontosan egy perccel. A Morning Show élőben a Metróból, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 10 perc múlva pontosan, 7 óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk a föld alatt még mindig, mert hogy metrózunk. Bizonyám. Mert irányok által, gyerekek, húzzatok meg a vészféget. Oldalt se jobb, elárulom neked. Igen, tele van a járat egyébként. Jó, csak mondom, hogy ezek fanatikus rajongók itt, tehát nem mondjál ilyeneket, hogy húzzák meg a vészféget, mert meg is teszik. Igen, csak vicc volt. Szóval, hogy a járatunk megtelt. Kérem szépen, se leszállni, se felszállni nem lehet nagyon, bár minden megállónál egyébként nagyon hűségesen megállunk, de tele vagyunk, mondhatni. Ez egy teltházas buli, most éppen az Új Buda központnál állunk meg, és próbálnak még néhányan felszállni, hogy meglátogassanak bennünket, de nem egyszerű, mert hogy brutálisan tele vagyunk. Sokan vagyok a Bikás Parknál, már kitették a sold out táblát. Így van, megkeltünk gyerekek, elkeltek a jegyek. Na, csak mondjuk, hogy nem volt kötelező egyébként az utolsó három számot hívni. Tehát azok, akik esetleg fölébresztettek valakit, vagy rájuk tették a telefont, legyenek egy kicsit humánusabbak, és ne akarják ennyire megnyerni ezt a telefont úgy is, hogy más kárára teszik mindezt, hanem várják meg a segítséget. Mert nagyon sok hallgatunk már próbálkozott, és az anyád mit akarsz, hát, téves, ennyi. Jó, korábban nem engem keresel című mondatokba futottak bele, de hát most az ember kétféleképpen gondolkozott, hogy meg akarja szerezni a telefont, és akkor nem törődik azzal, hogy valakit felkelt, vagy megvárja a segítséget, viszont akkor lehet, hogy lemarad a telefonról. Igen, szóval ezt döntsétek el. Ha nagyon ingerült, nagyon ideges és nagyon, nagyon durván reagáló ember veszi fel a telefont, mondjátok azt, hogy a bocsi azon, hogy a bocsit kerestétek, vele szeretetek volna beszélni. István nem Dani vagyok, és a Petrát kerestem. Így van, csak ezt mondjátok. Ezek a kulcsnevek. Ezek a hívószámok. Na, mindjárt adunk egy kis segítséget, csak hogy minél előbb megszóljon a telefon, de előtte játszunk. Jó, a hét első játékosa, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Szia. Hello. De egészen régóta itt utazol velünk. Nem? Az eleje óta. Az eleje óta. És egészen 10-ig maradsz? Nem. Nem. Nem dolgoznom kell menni. Mit csinálsz? Dolgoznom kell menni. Titok? Aha, titok? Uha, titok? Igen. Ajajajajaj. Miért titkos? Mert nem lehet kimondani a nevét, vendéglátás. Ja. Ó, tehát valami étterem vagy valami. Aha, hát egyébként ki lehet, ez még nem számít így. Ebben spícér a formában. Spícér vagy szakács. Aha, ez is titkos. Jézusom. Ez is az is. Semmit nem tudhatunk. Na, jól van, a keresztemre táruld el, még nem mondtad. Zolikám, kivel szeretné játszani, ki legyen az első? Aki hát a Janival hat helyre tudja hozni a múlt heti. Már békén, basszus, zsinórba éjjátok, nem vagyok formában, rá, most mindenki utazik erre a hullámbőzsebe. Nagyon jó döntés, jó, gyengét okay. Kell meglovagolni. Én is ezt választottam volna, én is így döntöttem volna. Jó, indítjuk az órát, egy percetek van, jó, legyél ügyes, aztán meglátjuk, hogy hogy végződik a dolog. Mire? A keleti pályaudvarra érünk, azért fussátok le, ja, jó? Igen, próbáljuk. Lehetőleg próbáljuk. Ez a dolog. 3-2-1, tessék! Na, szeretnél kérdezni? Hogy telt a hétvégéd, milyen volt a Balaton? Köszönöm szépen, nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, a Balaton továbbra is csodás. Voltatok idén lent? Egyszer voltam lent. Családdal? Egy napot, de hogy is. Egyedül? Barátokkal. Baráttal, barátnővel? Haverokkal, bulizni, inni, jól érezni magunkat. A haverok is ilyen töpörödöttek, mint te vagy? Én vagyok a legmagasabb köztük. Mi volt? Anyateljes voltál, vagy tápszeres? Azt én szeretném tudni. Kérsz, hogy csörögjünk már anyára. És azon kívül mit csináltatok még?
Hú, hát autókáztunk sokat, álltunk egy kicsit a dugóban Érnél. Te kerültél mostanában dugóba? Érnél. Egész hétvégén pihentem. Aludtam, tévéztem. Tényleg? Szabad hétvége volt. Hétközben dolgoztál csak? Hétfőtől péntekig dolgozok. Hétfőtől péntekig? Délelőttös. Mert délután iskolába járok. Most hányra kell menned? 8-ra. 8-ra? Aha. Na, de jó van. Jó. A lehat életben. Jó, hogy tapsott már nem sikerül kijönnem a hullámvölgyből. Én mindent megpróbáltam. Jól van, oké. Okay. Na, ügyi voltál, jól játszottál. Köszönöm. Hát ritkán találkozunk olyan hallgatókkal, akik még Ferinél is magasabbak, de sikerült. Sikerült. Akartam is mondani, hogy most már leszállhatsz, mert rosszul érzem magam. Igen. Kevés van ilyen alkalom. Abszolút, tényleg jó a kérdés. Apoló komplexus. Tápszer vagy anyatej, vagy mi volt ez az ősrobbanás? Úgy hívják Apoló komplexus? Napóleon, amikor... Ja, Napóleon! De Napóleon Apoló komplexus. Ja, igen, Apoló 13-ban félünk, hogy felrobbanunk Apoló komplexus. Nekem még Marianáro komplexus. Jó, már akkor van egy ajándékcsomagot, a drága osztasz lányai meglepnek téged ezzel, jó? Ügyi voltál, köszi szépen. Jó, és csak mondjuk egyébként, hogy most minden fix játékunk mellé még jár egy negyedéves bubi bérlet is. Az a betyárját! Bubi bérlet? Bizonyára a bubi ember az esetben nem egy fröccsfajtát akar, hanem ugye ne a hülyeskedj, én magam próbáltam ki a bubit ebben az adásban, nekem nem mond, gyönyörű volt. De egyébként sokan használják. Nagyon sokan, jó. Nagyon a városban ilyen jó időben van olyan parkoló, ahol már alig találsz. Igen, reméljük, hogy nem a hátra lévő negyed évre vonatkozik. Igen, azért nincs biringa, mert lehegeztették. Lehegeztették és elvitték. Nem, hát valószínűleg át lehet azért ezt vinni januárra, gondolom. Én nagyon bízom benne, hogy tavasszal is lehet majd ugyanezt a bérletet használni. Nagy kiszúrás lenne, és a decemberi játékunk nyertese egy negyedéves... Bubi bérlet! Fürdőbe lépő. Használja ön is, tényleg! Ami viszont lejár december 31-én. Na! Drága hallgatók, lehet hozzánk csatlakozni, jó, ne felejtsétek el, itt vagyunk a 4-es metróban, teszteljük a 4G-t, szuper gyorsan lehet böngészni, fájlokat nézni, zenét hallgatni, bennünket is hallgatni, és azt gondolom most már kijelenthetjük, hogy szakadozási mentes élményt tudunk mi mindenkinek kínálni. Abszolút. Úgyhogy gyertek, metrózatok velünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Élőben a föld alól. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, újra, hol de vagyunk? Jó, kinézek. Kávintér! Oh, hát a jó öreg kávintér. Imáron egyébként egyszer legalább. Így van, és még lesz egy pár alkalom. Készülj fel rá. Balázsnak egyébként kb. Olyan színe van, mint amikor legutoljára a Hősök tere magasságában felemelkedtünk, ugye? Egy 50 méteres magasságban egy konténer stúdióban, de hát picit nehezen viseli ezt a mozgást. Nincs ezzel baj. A metrós emlékeimből én arra emlékszem, hogy egy-két percet, hogy megyünk állomások között. De hogy itt azért ez a 300-350 méter, amit megteszünk egy állomás között, egy brutális fékezéssel, majd előtte gyorsítással, ez így nekem kicsit rövid. De ezért van az egyébként, hogy annyiszor mondtam neked, hogy amikor len vagy a jachtodon az Adrián, akkor menjetek ki egy párszor a tengerre, ne csak ott vigyítsen a kikötőben. Értem én, hogy ez nagyon menő, de egy picit ki kéne menni, és akkor hozzászoknál így. Mindig a kikötőben van az élet, ott kell menőzni. Ha kihajózol, ott már nagyon magányos nem vagy. Azt már nem látja senki. Na, drága hallgatók, itt vagyunk, és ugye, hát ez a mai egy tulajdonképpen tesztelés, teszteljük a 4G-t, hogy valóban olyan-e, amilyennek mondják. Egyelőre okunk nincs panaszra, brutálisan jól működik, látunk benneteket, hallunk benneteket, és hát látjuk, hogy folyamatosan szép magyar szokással keltegetitek egymást, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Mi azért arra gondoltunk, hogy lehet, hogy adunk majd egy kis segítséget, hogy könnyebb legyen, mégse 999 ember ébredjen úgy fel, hogy ismeretlenek keresik, úgyhogy mindjárt jön a segítség, jó? Így van. Annál is inkább, mert eddig egyetlen hívásunk érkezett, Balázs szülei telefonáltak a Ligetből, hogy vigyék már el a gyerekeket, már most már Mirek, még mondtam a bennek, hogy hosszú lesz. Soroksár, Grassalkovics úton a Hősök terén nagy csat volt, és emiatt dugó lesz. Ácsomérnek a vasúti átjárónál egy fehér Seatból. Ezt is SMS-ben kaptuk, Tom írta nekünk Komáromból, aztán Budakeszi Telki között autóborult az erdőbe, rendőrök a helyszínen, üzente nekünk Ricsi. Nálatok mit jelent a kelenföldi kiszállás? Kérdezi egy hallgatónk. Hát mi nem szállunk ki, bent maradunk, és hátra megyünk a depóba. Hátra megyünk oda, ahol mindjárt. Egyébként földi halandó nem nagyon szokott hátra menni. Mondjuk brutálisan sok mindenről maradnak le, elképesztő az utat. Hátul az egy másik világot. Sinek, betonfalak, kábelek, semmi szín, csak a szürkeség, csodálatos. Az egy elképesztő. Mintha otthon lennék. Na.
És ugye mondtuk, hogy a helyszínen is lehet telefonnyerni, mert nem csak azoknak szeretnénk kedveskedni természetesen, akik adásban hallgatnak bennünket, hanem akik velünk együtt utaznak, és hát rengetegen vannak, sőt, nagyon sokan csinálják azt, hogy leszállnak a pályaudvarnál, ugye mondjuk a keletinél, és megvárják, míg visszajövünk, és azonnal visszaszállnak, hogy ők legyenek itt az első sorban. Trükkös hallgatói vannak egyébként. Trükkös hallgatói. Tehát itt valaki kivette az első jegyet, mint bérlet, 10 óráig nem nagyon mozdul el. Azt tudod, hogy ha jeggyel jöttél, akkor szorulsz a második óra végén. De jó, Feri, hogy bedobtad ezt a jegyet. Bizonyám. Hát ugye van nekünk itt egy kérdésünk, azt gondolom, hogy Balázs irányába. Mi a kérdés? Hogy van-e jegyem? Igen. Metróra csak érvényes jegyel és bérlettel lehet felszállni, tudjátok. Jogkövető állampolgár vagyok, úgyhogy megveszem majd. A végén. Valaki adjon egyet. De nincsen, van hát nálam. Hát tudom, hogy te mindig tömbben jársz. De nem érvényesítetted, az nem jó, hiába van nálad. Hát akkor lehet, majd felszállod. Nem lehet? Hát nem, hát csak a bejárat. A Kallernél, ez nem vonat, nincs csak Kaller. Azok peronőrök, jó, akik itt vannak, és akik fönt vannak, azok előtt lehet. De mi nem jön egy ilyen bajuszos bácsi egy ilyen nagy táskával az oldalán, és akkor kiukasztja a jegyemet? Nem lehet oda adom meg. Lejön csak ő a postás. Az én időben ilyen volt. Jó, hát akkor nálad van. Tessék. De ezzel nem megy semmi rá, ezzel nem lehetsz lenni 4 órát, ez egy egyszerű vonaljegy. Csak hát, mondom, ez egy gyűjtőjegy, úgyhogy én ezzel jó vagyok. Én ezzel jó vagyok. Megvan ő ezzel. Jó vagyok én ezzel. Na, itt vannak a játékosaink? Gondolom, hogy igen. Játszunk akkor egyet. Jó, hello, csajok, jó reggel. Szia, Ildi vagyok. Hello, Ildi. Szia, mi csak utazunk. És te pedig? Enikő, sziasztok. Ildi és Enikő. Hello, csajok, ki hova megy? Így kora reggel. Én majd a Calvinra, olyan 3-4-8 körül. De ott már voltunk, vagy 4-szer, nem akartál leszállni? Egyszer már leszeretnék szállni, igen. De nagyon helyes vagy. Te Szabin vagy. Igen, te én Szabin csak vagy. Miattatok Szabit vettem. Te ki meg egy kicsit vagy. Majd tanulok. És akkor 10-ig te is itt, mint a kukac a föld alatt, jössz vész velünk. Igen, aha. Egyértelmű. Na, nagyon, nagyon lelkes vagy. Nagyon lelkes vagy. Enikő, te mit dolgozol? Én könyvvizsgáló asszisztens vagyok. Egy multinál. Ha, tehát még nem vizsgálhatsz? Nem majd. Hányra kell beérnem? Nem, még nem. 3-4-8-ra? Igen. Na, akkor még fél órát tudunk beszélni. Így van. Na, akkor még van. Még nem vizsgálhatsz könyveket, mert még nem bíznak benne. Nem vagy elég régóta a cég. Még csak asszisztálok. Tömegközlekedtek egyébként? Hát te mindig? Igen, igen. Igen? Én a Kelefeldön lakom, úgyhogy... Végül is Calvin, aztán 3-as metró. Tök ideális. És a Dózsa. Hát akkor neked építették a 4-es metrót. Hát ne, szinte nekem. Tehát... Kis túlzással. Igen. Na csajok, figyeljetek ide! Baromi egyszerű lesz a dolog, mert hogy tippelős játékot fogunk játszani. És a feladatotok az lesz, hogy tippeljetek, ugye? Milyen meglepő dolgok van. Azért te figyelj, ahogy ezt oda tessék, kérlek szépen! Ametyárját! És hihetetlen, milyen furfangos már korán reggel. Tippelnetek kell. 3 kérdés hangzik el összesen. Aki 2 pontot szerez, az értelemszerűen már megnyerte a játékot, mert nem tud a másik fordítani. Figyelj, van hoppa, még ilyen ez már? Én ezt nem bírom, én ezt komolyan mondom, tényleg. Azért nem bírom, nem volt több kvízműsorom is. Passzus, tényleg. Arról hát éled. Na, az első egy könnyű kérdés, jó? Nem kérdezünk először nehezet. Okostelefonért megy az, csak mondom, úgyhogy legyetek nagyon ügyesek. 13 megapixel, 4 igen. Igen. Mikor nyitották meg a parlamentet, szerintetek? Az a baromi nagy kupolás házott a Dunapartján. Mikor nyithatták meg? Mindenkinek egy évszámot kell mondani. Laci egyetel, aki közelebb van, annak adjuk a pontot. Mikor nyithatták meg körülbelül? De várjál, Laci tudja a választ, mert nagyon keres a gépén. Ha nem téved, a Wikipédia. Na igen, hát be kéne próbálni belőni, igen, hogy körülbelül a parlament, mikor a épületés ahhoz képest, mikor adták át, a kettő egyébként hát szorosan kapcsolódik. Mikor épült, utána át is adták, ennyit segítek. Hát mikor teljesen tipp, tehát na. 1805. 1805. Fogalmam sincsen. 1800-as évek vége. Oké, okay. Ja, akkor az több, te, ugye? Igen, mint 1805, aha. Mondjuk. 1895. 1895. Tehát 1805 és 1895. Jó. Az első választ jóvász az 1904, úgyhogy Enikő messze voltál. 1904, te viszont nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Úgyhogy megvan. A második kérdés nagyon egyszerű. Hány az cipőt hord Feri? Na! Nem ér lenézni! Nem ér lenézni! Hány az cipő? 46. 46? 47. 47. 46. 46? 46. Nekem 47 van ide írva. Mert valaki hülye volt. Ne, 40, gyönyörű 46-os. Viszont szarul néznék ki 39-es cipővel. Nem, csak könnyen fölborulná a szélem. Tehát jön egy északi szél és azonnal felborulná. Csak jó. Nézzétek meg azt a két cipőt, a balos egy tehén, a jobbos még egy tehén. Így van, de felhasználtunk minden részét. Természetesen. Jó, Enikő, ügyi vagy, egy-egy. Nagyon jó, 46-os. El tudtam érni, úgyhogy... Nagyon jó. Mondom, nekem 47 van írva, de higgyünk a gazdának. Jó, higgyünk a gazdának.
Milyen magas a Mount Everest? Így szól a harmadik kérdés. A Mount Everest milyen magas? Ez már tulajdonképpen lexikális tudás is lehet. Milyen magas? Ugye hát a világ legmagasabb hegycsúcsa, milyen magas most lehet? Mindig egy picit megy össze, de nyilván nem centikre vagyunk kíváncsiak. 8400 méter. 8400, Enikő? 7500. 7500 lenne a világ legmagasabb pontja. Nem, 8848. Ráadásul máshol azt írják, hogy 8850. Úgyhogy Enikő elvéreztél, viszont neked pedig van egy okos telefonod, és tök ügyi vagy. Tök ügyi vagy. Ráadásul adnánk neked, mit adunk? Egy feltöltőkártyát is adunk neked, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Hogy azért tudjál egyből beszélni vele, ha beüzemeled. Jó? Ügyi voltál nagyon. Köszönöm nagyon szépen. Annyi, 11-ig nem engedünk leszállni, de egyébként tényleg. Tényleg. Illetve a sápot Janinak le kell adni, de nem érdekes. Nézd meg. Ez a feltöltőkártya, ez meg az okos telcs. Állatos. Köszönöm szépen. Nagyon örülök. Csajok, köszi nektek, puszi. Akinek le kell szállni, menjen nyugodtan. Erik, azért kapsz egy ajándékcsomagot, persze. Köszönöm. De még van fél órád, úgyhogy maradhatsz még, utazhatsz velünk nyugodtan. Igen, igen, még maradok mindenképp. Hát most már elbuktad a Calvin teret, úgyhogy meg vissza fele, nem? Ha jól számolom. Még van egy köröm, de maradok veletek szívesen. Azt jól hallottam, hogy angolul is azt mondja, hogy keleti pályaudvar. Keleti pályaudvar. De kicsi akcentussal. Hát én ilyet még nem emlőttem. Tehát jön az angol, és azt mondja, hogy keresi a pályaudvar. És keresi a saját nyelvén a pályaudvar, ez egy Kelecsi pályaudvar. Aha, nagyon, ez a pályaudvar. Nagyon rá, valószínűleg a Magyarországon élő angolok számára, akik még akcentussal beszélik a magyar. Kelecsi pályaudvar következik az ajtók, ha bal oldalon nyílnak, kérjük, hagyják el a szerelvényt. De miért angolul mondja be? De teljesen értetetlen. Nagyon jó. Azt hittem, hogy rosszul hallok. Kelecsi pályaudvar, és utána folytatja angolul, nem? Igen, vagy mondom, a leányzó lehet, hogy magyarul mondja, csak nem magyar, és akcentussal mondta fel az összes megállott magyarul. Második János Pál Papotér. Békás Park. Szent Gellért tér. Nagyon jó. Köszönjük, hogy a békás szolgáltatását választotta. Amit nem tudtam megfigyelni, hogy itt is elhangzik ez a bűvös mondat, hogy figyelmeztesse utastársát a kiszállásra. Bizonyán. Igen? Itt is, hogy végállomás, kérjük, hagyják el a metró szerelvényt, és figyelmeztesse utastársait. Már gyerekkoromban sem értettem, hogy aki elalszik, vagy aki nem tudja, hogy hol van, vagy az időseket, kiket kell figyelmeztetni. Tehát nyilván tudod, hogy a végénél vagy, és leszállsz. Látod, hogy a többiek leszállt, és leszállsz. A vidékieket. Én például nem tudnám. Érted? Én nem tudnám. Valaki itt ül gumicsizmában, nem, és nincs rála tehés. Hanem aki nem szokott ezen utazni. Én például, mikor először utaztam metrón, nem tudtam, hogy vége van. Én azt hittem, hogy ott lehet maradni, és ott szóltak, hogy le kéne szállni. Fiatalember, most, hogy már három napig van. Igen, és a szalonna is kezd fogyni. Mondjuk közben a hallgatóinknak, hogy hol vagyunk. Hát, ha valaki akar csatlakozni. Jó, a végállomáshoz futatunk be jelen pillanatban, a kelenföldi vasútállomásnál vagyunk. Na, és akkor csak gyorsan egy segítség, hogy ne ébresszük föl több hallgatót. Ne. Jó? Ne. Hagyjátok abba a telefonálást. Így van. Hagyjátok abba a telefonálást, jön egy kis segítség. Jó? Mert elég sok dühös hallgató feküdt már vissza másik oldalára, hogy idegenek kivogatták, és nem nagyon értik, hogy miért. 0670-6609, ez a telefonszámunknak az eleje. A vége pedig a periódusos rendszerben a higany sorszáma. A higany sorszáma. Csak mondom egyébként, hogy ne engem szidjatok, ezt a Laci írta ezt a kérdést, tehát a higany sorszáma. Jó, ettől függetlenül szidjátok olyan, hogy nyugodtan, nincs ez. Ja, persze, hát a standardben. Tehát a higany sorszáma és Budapest előhívó száma. Úgy, ezt szeretem, mikor megfordulunk, és a menetirány a szemben, mert egy menetiránynak háttal lesz egy pillanaton belül. Tehát a higany sorszáma és a Budapest előhívó száma val lehet megnyerni az okos telefon. És már csörög is, megint édesanyád? Mama. Benny már sír. Gyertek a Bennyért. Valaki milyen gyors volt. Na, mindjárt adásba teszünk. Haló, jó reggelt! Jó reggelt! Gyerekek. Hello. Hello. Dübörök. Hogy hívnak? Hello. Farkas Sándor. Szegedről. Sándor, jól értettem, Sándor? Sándor, jól értettem a nevedet? Nagyon jó, kihangosítom vagyunk, ahogy hallom. Mi volt a jó megfejtés? Gyorsan mondd el a telefonszámot, hogy jöttél rá, mi a vége? Egy pillanat. Hát 80 a higanynak a sorszáma, és ugye egyes a Budapest hívószáma. Nagyon így van, tehát 8-0-1 volt a vége, úgyhogy most nem kell senkit fölébreszteni legalábbis egy ideig, és adunk neked egy gyönyörű szép. Nagyon köszönöm.
okos telefon, ma mindenkit megszórunk. Aki velünk utazik, aki telefonál, ma mindenki nyer. Ez volt az első hívásod, vagy, vagy próbálkoztál már előtte hát is? Hát már egy emberkét fölébresztettem ma reggel. Mit mondott? Hát visszahívott, hogy már kétszer is kerestem ezen a számon, amit akkor hívtam. És mondtam, hogy elnézést kívánok, és ráadásul Ukrajnából hívott vissza, úgyhogy... Igen, akik most 70-es előhívó vannak, és 66-09 a számuk, lehet, hogy ők egy picit, jó. Picit most egy kicsit morcosabb a reggelük. Hát tőlük elnézést kérünk, de muszáj, muszáj a hallgatóinak. Még egyszer lecsörög rá Ukrajnába, mert nem próbálkozom a fegyvere. Igen. Jól van, küldjük a telefon, neked ügyes vagy, jó? Gratulálunk neked még egyszer. Ciao. Nagyon szépen köszönöm, további sok sikert nektek ott a négyesben. Nagyon jó, szépen vár köszönjük. Egy kicsit, vár egy kicsit, még itt kapok egy információt. Kell a számod, úgyhogy hívjál vissza bennünket most, jó? Jó, mert annyira gyorsan vettünk föl, hogy igen, hogy még egyszer hívjál vissza bennünket, és akkor meg lesz a számod. Valójában nem tudjuk ezt. Ezen a számon jó lesz? Tessék? Ezen a számon jó lesz? Persze, persze, abszolút. Nagyon jó. Csak nem teszünk még egyszer adásra. Csokolunk, szemben, hogy ez van veled, ciao. Hello, hello. Gyerekek! Hát, telefonálni is már így lehet a föld alatt? Hol tart? Kemény. Hol tart a technika? Komolyan mondom. Komolyan mondom. Na, azt mondja, hogy szeretnék telefon nyerni, mi a módja, hogy jelentkezel? Soha nem nyertem még semmit. Ma se fogsz, mert elfogytak a telefonok. Természetesen. Nem. Mondunk majd még információkat a játékkal kapcsolatban, természetesen. Jó? Ha ma nem nyerek, Pesztel, erre vetközöm, hanyat vágom magam, és hisztizni fogok itt az autópályán, a parkolóban üt Zoli. Zolikám. Szóljál, mert küldünk egy tévéstábot. Azt azért megnézném. Ebből fókuszanyag lesz. Igen, minden megteszünk annak érdekében, hogy, hogy ne nyerje, mert azt leforgatjuk. Feri, öltöz már fel Csubaka jelmezben, nézzük már meg. Jó. Te figyelj, ha ez a kérés, hozzá legyen. Mindenféleképpen kipróbáljuk. Na, 7:30, ez pontosan 7 perc, majd jövünk vissza mindjárt, jó? Azt mondja, hogy a Bikás Parknál lehet most jelen pillanatban a Morning Show járatára felpattanni. Rengetegen vagyunk már, kevés szabad hely van kiadó, és újra megszólalt a tűzjelző. Ez micsoda? Minden megállal, hogy csukodnak az ajtó? Igen, ez jelzik. Ilyen is van? Aha, de igen. Hát drágább szerelvény. Tudod, már... ez egyébként régen is volt, csak más volt a hangja, amikor még te metróztál. Akkor még nem ez volt. Akkor ez a... Igen, és mindig volt egy hang. Aki van. A hármason még mindig ez van. A hang az itt is megvan, és hogyha megfigyeled, ugyanaz a hang. Igen? Ő mondja, kell a csiphájódor. Nem, az a kislány. Kislány. Fél 8, ez pontosan 6 perc szóval jövünk vissza mindjárt. Van. Menjünk. Fél 8. Na, lesz pontosan 3 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek. János megkínált egy okurtal, de nem akarom elfogyasztani, mert sokkal csúnyább lesz majd, amikor visszajön. Mondta neki, hogy legyen sokkal látványosabb, ha lehet majd, amikor kidobja, de nem fogadta el a joghurtot. Igen, Balázs viszonylag nehezen bírja ezeket. Most a, jól vagyok. A gyorsítás, lassítás, hát ez az átmeneti állapot. Rohadj meg! Ez van mindig közvetlenül hányás előtt, tudod, picit jobb, vagy csasztázat. Már megúsztad, de még nem. Mondtam neki egyébként az előbb, hogy már voltak peronőrök, akik itt áldogáltak, és feltűnően sokan voltak. Igen. És mutogattak be a kocsiba, hogy figyelünk, tudjuk, hogy mit csinálok. Elkapunk, ha kiszállsz. Fura volt, igen, beértük az egyik megállóba, és tényleg 3-4 peronőr itt megállt pont a mi ajtónknál, és én nagyon furán, nagyon rondán néztek. Szerintem ők nyilván headsettel hallgatnak bennünket, és tudják, hogy csinálunk szép fiú. Biztos, nem hogy elkapunk rohadért. Nézd csak, figyelj, rád vár. Gyerekek, valószínűleg a BKV, a BKK leadta a drótot, hogy lógok, és bárhol kiszállok most bilincsben visznek majd. Csak mondom, hogy itt volt egy jegy. Az, de ez az, jó, hogy volt. Itt van, mutatom. Jegy van, van. Gyorsan mutatta azért, nincs lekezel, ez a jegyem, ez vagyok, ne bántsatok. Na, azt mondja, hogy előbb keltem fel fél órával, hogy lejöhessetek veletek metrózni, mire leértem a keletire, addigra már innen elindultatok, vártam fél órát, de nem értetek vissza, most meg már ennem kell dolgozni. Fél óra, nem értünk vissza, az nem lehet, csak nem láttál bennünket. 14-15 perc alatt megfordulunk. Ha valaki lecöbekel egy megállóban, akkor kb. 15 perc ott vagyunk. Az biztos, ha előtte mentünk el. 12 perc. Így van. Úgyhogy... Azt mondja, hogy jó reggel, srácok, szerintem ez a 4G-s dolog, kamu, hagyjatok egy telefont, kipróbálom, és akkor elhiszem. A 4G-s dolog annyira nem kamu, hogy egyrészt szólunk, csak mondom, másrészt pedig ki az? Figyeljetek, meg is mondtunk megoldást, és valaki már itt. Szóval, hogy a 4G-s dolog egyáltalán nem kamu, eddig gyakorlatilag semmiféle problémánk nem volt, hasít, mint az állat, semmiféle szakadozás nincsen az adásban, tök jó. Így van.
Jövünk vissza majd a hírek után, Nóben bácsival játszunk, és arról beszélgetünk majd, hogy autóbuszon próbált felszedni egy 19 éves fiatalember egy 16 éves lányt, a kiszemelt hölgy azonban nem vette jó néven, jelezte a srácnak, hogy van barátja, aki egyébként a végállomásnál várta a lányt, amikor meglátta a fiút, akkor pedig egy kumite lett a dologból, a két srác összeverekedett. És nyilván nagyon sok hallgatónk utazik tömegközlekedésen, utazik BKV-n, sok hallgatónak... Verekszik a végállomásokon. Ha fel akar exedni a csaját, akkor verekszik a végállomáson. De nyilván sok mindenkinek megvannak a különböző ismerkedési praktikái és hisz bizonyos módszerekben, hogy hogyan kell odalépni egy lányhoz vagy egy fiúhoz. Na most azt akarod, hogy a Jani vagy én induljunk el csajozni? Nem nagyon tudtok, mert hogy tele van a járat, tehát hogy effektíve lehetetlen elindulni. De erről beszélgetünk majd, hogy egyáltalán tényleg lehet-e tömegközlekedésen csajozni, mik a jó módszerek, kinek mi vált be. Úgyhogy lehet már küldeni nekünk SMS-ben. Jó, elsőben azt gondolom, hogy pasik lépnek oda inkább csajokhoz. A csajok nem hiszem, hogy azért tömegközlekedésen oda mennének. De jelet adni kell a nőnek is, hát ha nem, azért egy ilyen bátorító odanézést. Egy fél mosoly. Fél puszi, vagy valami, egy kacsintás. Nem kell? Te mentél annélkül is, hogy akarta volna a nő, vagy se? Mindegy, hogy nő volt, vagy férfi, persze. Én mentem, nem, hát nyilván ennek megvannak a módszerei. Erről körben már mennék most is, hogy hello, szia, joghurtot. Nincs ebbe egyébként egy műanyag. Hogy kiábel öle a műanyag kanál. Az egyébként annyira szexi, vagy annyira erotikus, hogy... Egyébként most én szabályszegek, mert elviekben ugye a metró szerelvénye nem lehetne joghurtot fogyasztani, hogy én mellét is teszem. De igen, már így is nagyon akarnak. Jegyes nincsen, itt is zabál. Én sítre vágnám. Na, úgyhogy ezzel folytatjuk, majd jövünk a hírek után. Ha valaki játszon, a Oben bácsival írja nekünk SMS, mi pedig itt vagyunk Ákos után. Ez itt a Morning Show. Élőben a Metróból. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Nem mondom, hogy a látvány sokat változik, de mi még mindig itt vagyunk. 3-4-8 lesz pontosan egy perc múlva. Én ezt egyáltalán nem bánom, mert pénteken katalógusból választottam ki a hostess lányokat. Ja, nem, a hostess lányok kiválóak, tehát az a nincs baj. Hallgatóink néha cserélődnek, akik itt állnak, ugye hol a járat elejében, hol a járatnak a hátsó részén. Ez nagyon jó egyébként. És továbbis a föld alatt vagyunk, természetesen. Így van, és egy picit be vannak tömörödve ide a hallgatók, és ez nagyon jó, mert az ellenőrök nem jutnak el Balázsig. Állítólag egy brutális ellenőr csorda akarja átvágni magát a tömegen, de a hallgatóink visszaverik a támadásokat, és nem engedik ide a felbőszült ellenőröket, hogy megnézzék, hogy van-e érvényes jegy vagy bérlet. Jelen pillanatban csak mondom azoknak, akik szeretnének a Morning Show járatára csatlakozni, hogy a gyönyörűséges Fővám téren állunk ebben a pillanatban. Hát ide már ne gyertek, mert mindjárt tovább megyünk, de a következő, na ki tudja fejből, merre megyünk most? Megyünk már a Kelenföld irányába. Már fogalmad nincs, hogy merre vagy. Ezerszer fordultunk. Tök fura egyébként ez a mozaikos burkolat. Ezt egyenként rakták fel kényszermunkások? Nem. Ezt nem egyenként rakják egyébként, de szép megállva ez is. Köztörvényesek. A 10-es befelé Solymártól elveszett. R32 írta nekünk. Köszönjük szépen. Aztán nézzük még, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. Baleset Debrecen és Mikepécs között, nagy a torlódás, elterelik a forgalmat hosszú pályi felé. Anna Mari üzente jó utat mindenkinek. Trafiban Gödöllőn, a Köztársaság úton a Valkó felől érkezőket mérik. Baleset a Grassalkovics úton a Hősök terénél, Pasa 38. Most láttalak titeket először élőben, Balázsnak tényleg nagy a feje. Ez Dév küldte nekünk. Hát most ez nem tudunk mit csinálni. Vannak dolgok, amik nem változik. Van az ablakok. Igen, nézd meg élőben, az ablak összenyom. Úgyhogy élőben ez még durva. Milyen jól szórakoznak az utasaink egyébként. Néha így behaladszik. Milyen jó. Nem, mintha élőben lennénk a mikroszkóp színpadon. Nagyon szeretem őket. Ülnek, kacarásznak egyébként. Na, egy érdekes témánk van, mert hogy szerintem nincs pasi és nincs nő, aki legalább egyszer ne flörtölt volna, vagy ismerkedett volna tömegközlekedésen. Ugye? Hát azért ezt lehet mondani, aki magányos facér, hogy kuncok? Már megint kuncok. Megkezd a baseball sapkában. Biztos, hogy minket hallgat? Nézd már meg, hogy mi szólunk a fülében egyébként, ez egész biztos. Nagyon jó hangulat. Morning Show sapka van rajta, csak mi lehetünk. Igen. Lemegyek a tömegbe. Gyere egy picit közelebb, jó? Ferinek közvetlenül körülbelül másfél métert kell haladni ahhoz, hogy kinn legyen egyébként a néző között. Igen. A legjobb kitelepülésünk ebből a szempontból is. Az ismerkedés, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy aki egyedül van, aki nincs egyedül, vagy megpróbálták már felszedni tömegközlekedésen, vagy ő próbált már meg felszedni. Ugye két típus van, vagy felszed valakit, vagy próbálkozol. Igen, az a hölgy, aki mellettem áll, ő szed föl szerintem, a te vagy a... Ezt a nevet is kicsit így rád kacag, behúzza a baseball-sapkát. Olyan
olyankor ne rakd oda a mikrofont, amikor röhögök, mert durva. Figyelj, a röhögésed a legjobb a ma reggelben, komolyan mondom. Köszi, hogy hívnak? Köszi, Moncsi. Moncsi, hello Moncsi, jó reggel. Moncsikám, te régóta velünk utazol, vagy most szálltál föl? Hát nem, hát az elsőt azért nem értem el, de utána már itt vagy régóta, ha. Na, hogy van ez egyébként? A csajok inkább tehernek élik meg, amikor a pasik megpróbálnak velük flörtölni, vagy azért az egy ilyen egotrip, hogy azért az jó, amikor látod, hogy kiszúr, oda megy, stiröl, néz. Hát jó, azért válogatni kell, érted? Na. Nem akárki. Aha. De mit mondasz neki, hogy apám ne stiröljél, ha mondjuk nem jön be? Vagy... Ezt nem értettem. Mit mondasz neki, ha például nem tetszik, vagy nem szimpatikus, és mondjuk oda jön hozzád? Vagy látod... Én képes vagyok hülyét csinálni belőle. Tényleg? Jó, mondjuk most az a típus már első rejzésre, és aki mind a kettőtöket megrágna, és kiköpne velem, meg megtörölni. Meg a homlokát törölni. Na, játsszuk el, hogy itt ülünk egymással. Jaj, várjál, szembeközi tartsatok. Tehát te ülsz ott, én ülök itt, de drága vagy rögtön meg. És én átkacsintok, hogy hello, baby. Hello. Jó. Mondom, itt vége lenne a bulinak. Az a hang, igen. Itt kezdeni? Mármint úgy, hogy véges. Ja, nem úgy nem lenne vége, hanem nem, dehogy is, de nem köszöntem. Moncsi, mi az, amit szorongatsz a kezedben? Ez mit csodás? Nyugi golyó. Nyugi golyó? De hogy ezt tőlünk kaptad, vagy erre szükséged van, hogy egy nyugi golyó? Tőletek kaptam. Ja, mi osztogatunk nyugi labdát? Így van, ismerjük a magyar tömegközlekedést, és nyugi labdát osztogatunk az utasoknak. Az egyébként jó. Mondjuk egyébként nagyon jó ez a módszer, amit mondtad, hogy Feri átkacsint, te pedig azt mondod, hogy hello baby, de mondjuk egy tömegközlekedésen ez valószínűleg úgy menne, hogy hello baby, hagy! Hello baby, hagy! Hello baby, man! Tényleg így hát nem. Hát te tudod. Hát attól függ, hogy milyen utazol, nem? Mert a kombinó az például csendes. Ha valamelyik buszon vagy trollin, akkor az egy picit. Akkor átülök az mellé. Jó, írjátok meg, drága hallgatóink, hogy kinek milyen a találati aránya. Jó, volt-e már valaki, aki tényleg valójában összetudott jönni valakivel? Volt, aki felsült, pasik, írjátok, illetve csajok. Mi a legrosszabb duma, amivel hozzátok oda léptek, és megpróbáltak ismerkedni? Moncsi, mi röhögsz? Semmi, csak itt nézem, Ferét nézem. Hesztelünk egy kicsit. Milyen Feri élőben egyébként? Még jobb, mint a tévé újság elején. Tessék? Már láttam. Már láttad, már sokszor találkoztam velünk. Kicsit kezdem magam kellemetlenül érezni, mert Móni mindjárt elvisz van. Igen, csak mondom, hogy Moncsi megfogta Feri piros mellényét, és kicsit széthúzta, hogy megnézzem, hogy mi van a mellény alatt. Jó, hát rajtam is van, érted, egy kis úszógumi rejtő. Hát hasonló, abszolút összeimek. Ebből még bármi lehet bízik. Egy van, Moncsi még berakja Ferit ma reggel, szerintem két baguette közés fel. Azt mondtuk, hogy fel fogod falni a Ferit, lehet. Na. Ja, de, hogy... Jó van, Mocsikám, maradjál, utazál velünk, amíg szeretnél, jó? Egészen 10 óráig leföl járkálunk, mint a mérgezett egér egyébként a keleti pályaudvar és Kelenföld között. Úgyhogy maradjál nyugodtan, és mondjuk mindenkinek, hogy jöjjön nyugodtan, és tesztelje a Vodafone 4G-s hálózatát, egy erőre kiválóan működik. Játszunk, jó? Minden igaz, akkor itt van a játékosunk, Óben bácsival játszunk így 8 óra előtt, néhány perccel már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hello, jó reggel! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hogy hívnál? Mona vagyok. Mona, Mindenki, Moncsi, igen. Monika. Mona, mióta utazol velünk? Hát olyan fél hét. Fél hét óta, nagyon lelkes vagy akkor, nagyon lelkes vagy te is. Hányra kell beérned? 12:30-re. Úgy könnyű. Jó, miattunk jöttél, az ajándékok miatt, vagy csak szeretsz bennünket, és velünk szerettél volna. Magas labda. Az ajándékokat szereted. Miattatok jöttem. Miattunk, és egyébként jöttem. A Danubiuson én voltam az utolsó játékosotok. Nem mondott komolyan Mona, tényleg? A Nemek harcában. Aznap hagytuk abba, és te játszottál velünk egy utolsó Nemek harcát. Igen. Ó, de jó. Hát az, gyerekek, az 7 éve, 8 éve? Jó régen. 7 éve volt, jó régen volt. Jól van, Mona, mivel foglalkozol egyébként? Adminisztrátor vagyok egy irodában. Tömegközlekedsz, vagy inkább autóval jársz? Tömegközlekedés. Merre jársz tömegközlekedéssel? Igazából a metróvonalak környékén. Metró. Aha. Ez a 4-es metró nagyon élhető, nem? Igen. Ez egy jó, tiszta, igen. Szép, kulturált, ez nagyon költöz ide. Jó, azért. Itt elloknátok, Beli itt aludna. A következő 30 évre kimetrózom most magam ezzel a 4 óra metrózással, és behozom minden lemaradásomat, tehát azért nem lehet szó. Nem lehet okotok panaszra. Mona, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunén, rajtad van egy füles, úgyhogy hallasz bennünket, jó, figyelj, először azt hallod.
lehet bármi. Ezt most lehet bármi. Az atmoszférát kevésbé halljuk. Egy rövid részlet lesz, és egy filmzenét kell kitalálnod. Jó? Figyelj! Egy filmzene, annyit segítek, hogy egy kicsit régebbi. Jó? Tehát nem egy mai darabról, nem egy mai darabról lesz szó. Na figyelj, jön a részlet. Elég. Jaj, Istenem, ekkora klasszik. Keresztapa. Ne kapkodjunk, nem hallottuk, hiszen nagy az zaja itt bent. Aha, te túl nagy volt a menedzaj, arra gondolsz, és ezért Mora nem hallotta. Aha, és ez akkor nem számít rákérdezésre. Egyáltalán nem számít. Ó, de rendes vagy te. Kelenföld vasút állomás. Kérjük a külföldi utasainkat szálljanak le, mert ez az az állomás, amit köszönjük, keresnek. Köszönjük, hogy minket választottak. Ha felénk jönnek megint, választanak minket újra. Gyerekek, ezt nem tudom megszokni, hogy angolul azt mondják, hogy Kelenföld vasút állomás. Mona, mutatjuk még egyszer. Felejtsd el, amit az előbb mondtál. Jó, figyelj! És nem az, amit az előbb mondtál. Nem a keresztapa. Nem. Három nevű a főszereplő. Vegyünk ki valamit az emlékcsomagból, és mutassunk egy hosszabb részletet? Mutatunk egy hosszabb részletet. Jó, figyelj, kivettük a bögrét. Hello, csajok. Hello, sziasztok. Yep. Hallottad, amit Jani mondott? Legszívesebben lassúzni. Három nevű a főszereplője. Három nevű. És nem Jean-Claude Van Damme. Mert nem. Az, hogy négy. Mona pedig ez nagyon egyszerű. Hát ez egy annyira klasszikus zene. Nagyon nagy. Most megsúgják Monának, mi pedig nem nézünk oda, jó? A profi. Ezt és tudja, hát mindenki családtag mindenkivel itt a Morning Show járatok, kérem szépen, ez a profi. Így van. Ellen Delon, zseniális volt. Jean-Marie, kedvenc. Jean-Marie, hát ő fantasztikus. Fantasztikus volt benne. Persze, a nagy klasszikus Belmondo film. Mona, nem láttad? De van egy ajándékcsomagod. Jó? Úgyhogy megadjuk. Szépen. Megadjuk neked egy kis segítséget. Köszönjük szépen. Minket hallgatsz, velünk utazol. Puszi neked. Köszönjük szépen. Ciao. Még köszönjük, viszontlátásra. Igen, ebben a pillanatban váltottunk, hogy azért ez milyen jó ez a sofőr nélküli járat, hogy nagyon nem kell nagy. Megvárni, míg előre baktat, elszív egy cigit. Nem, megállunk, indulunk ez vissza. Ez a metró, ez nem vasút, még egyszer mondom. Igen, és elmegy a bakterházba. Cool egyet. Emlékszem, régen kopogtatták a fékeket, meg nem tudom mi volt, érted? Most már semmi nincs, egy sofőr nélkül pikpak, megyünk, mint a mérvezetek. Nem, ez nem vonat, ez metró. Ja jó, mert én még erre emlékeztem. Utoljára akkor hármas metróztam, amikor még így cseréltek. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Drága hallgatóink, ha szeretnétek velünk ezen a kis... Ó, csokolom. Szeretnénk. Kis metrójáraton menni, akkor gyertek, jó? A kelenföldi vasútállomáson vagyunk ebben a pillanatban, és hihetetlen izgalmas a menetirányunk. A keleti pályaudvar. A keleti pályaudvar felé megyünk, úgyhogy gyertek, szálljatok föl, jó? És metrózunk együtt. És női utasoktól, férfi utasoktól várjuk a találati arányt. Kihez, milyen dumával léptek már oda, kit hogy próbáltak meg felszedni, mit mondtok, mikor nem akartok pasizni, hogy lehet az agresszív, csúnyán, agresszíven bámuló férfi utasokat lerázni női hallgatóként. Hát ezt is meg kell tudni oldani egy nőnek. Jó? Mindenképpen. És mi volt a rossz duma, amivel oda léptek? Szia! Utazol? Nem. Egyébként szerintem ez már annyira rossz, hogy működik. De szerintem már működik. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Végig rádiózzuk a 4-es metró vonalát. Élőben a föld alól. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, a Morning Show külön szerelvénye befutott a keleti pályaudvari depóba. Keleti pályaudvari depóba a sofőr kiszáll, megkopogtatja a fékeket, elszív egy cigót, előre sétál, és indulunk is vissza. Egyébként a járaton baromi jó a hangulat, családias nagyon, tehát az elsősorban... Elszív egy cigót, azt mondtam persze, megkopogtatja a fékeket, és aztán indulunk is tovább. Családias a hangulat, rengeteg hallgatónk a végállomásnál kiszáll, gyorsan csinál néhány fotót, majd azonnal visszaszáll, hogy ők láthassanak bennünket az első sorból. Néhány renites hallgatónk fenn marad a járaton, erről egyébként természetesen nem beszélhetünk. Adásban vannak, akik nem nagyon adják át a helyet, nem szállnak le, hogy végig az első sorban legyenek. Családias hangulat, utazunk, nagyon. Jövünk, megyünk a föld alatt, és teszteljük a Vodafone 4G
hálózatát, ami remekül működik. Jól érezzük itt nagyon magunkat, annyit azért elmondanék azoknak a kedves fiatalabb hallgatóinknak, akik itt állnak és fotóznak minket, hogy egyrészt 8 óra van, tehát már 4 órája megy az első órájuk, és nem tudunk igazolást adni. Igen, nincs igazolás. Úgyhogy indulunk visszafelé, keleti pályaudvarra futottunk be ebben a pillanatban. Ha valaki szeretne csatlakozni, tessék bennünket a 4-es metró vonalán megtalálni. Jó, azt azért látniuk kellene a hallgatóknak, hogy itt az első sorokért, mert ugye a szerelvény végében vagyunk, egy picit leválasztva, micsoda harc megy, két ajtó nem nyílik, és az első nyíló ajtónál a felszálló utasok rohannak és beülnek az első sorba, mintha moziznának tulajdonképpen. Nagyon jó, megszokott és új arcok újra, így az első megállónál. Rájöttem, hogy amikor háttal vagyok, akkor megyünk a keleti felé. De nagy vagy, két óra kellett hozzá. Két óra alatt összetettem, csak hogy összejött. Mindig próbáltam meg, hogy hol vagyunk, és rájöttem, hogy háttal vagyok, hogy rögt. Tehát ha háttal ülök, akkor megyünk a keleti felé. Azért, ugye, hogy azért komoly szellemi munkát végzek azért én is. Miért fáradok el 10 órára szerintetek? Hát bizony, 3-4 alkalmazás is fut a fejébe, tudod, és ez volt az egyik. És most leszámolt a gép. Hogy tudom meg, hogy hol vagyunk éppen? Hát így, figyelnem kell a menetirányt, és akkor látom, hogy hol vagyunk. Ők honnan tudhatják olyan, hogy merre megyünk? De honnan? Na, azt mondja, hogy M86-os gyorsforgalmi út építése párás időben hasít szépen. Szabadegyházán kint vannak a tenger súlyosok, Szöcske küldte nekünk, mindenki vigyázzon, Sajó Szentpéternél baleset, teljesen bedugult, Galaxis Peti üzente. Aztán a 35-ösön Polgár és Tiszói város között van egy baleset, Briket futár üzente nekünk, valamint a Bosnyák térnél, a Tököli útnál nagy dugó van. Szentendrei befelé teljesen elesett, Makiverem üzente nekünk, a Bosnyák térnél, a Tököli útnál szintén dugó, úgy, ahogy ezt az előbb mondtam. Na, és akkor gyorsan nézzünk egy-két hallgatói SMS-t, mert hogy rengetegen írták meg nekünk, hogy ők hogy ismerkednek tömegközlekedésen, ugyanis egy érdekes hírt találtunk, egy 19 éves fiú odalépett egy 16 éves lányhoz. A kiszemelt hölgy elmondta, hogy van barátja, a fiú nem hitt el, a lány leszállt, ott volt a barátja, aki megverte. Mondjuk meg is beszélhették volna, nem? Hogy ilyen vele járnak. Akciódús volt. Rászállnak a csajodra, nem hagyják békén egy csomó megállón keresztül, a fiú azt mondta, hogy oké, babám, gyere, és gyorsan elintézte a konkurenciát. És ugye kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy egyrészt, hogy lehet jól csajozni vagy pasizni, kettő, hogy írjanak nekünk csajok is, mert hogy nyilván neki kell ezt elviselni többször, hogy pasik, akik nem szállnak le róluk, ismerkedni akarnak, és megpróbálják elkérni a telefonszámot. Nagyon helyes SMS-ek jöttek. Azt mondja, hogy szia Balázs, a Kelenföldön kiszálltok, és pisilnetekkel gyertek fel a Volán pályaudvaron, várlak benneteket, Mária. Köszönjük szépen. De rendben. Nagyon szép hozzászólás, köszönjük szépen. Héven utaztam, megszólított egy fiatalember, tudja maga, milyen csúnya. Elakadt a lélegzete, majd kis idő múlva folytatta, hogy ki van festve a szeme, anélkül sokkal szebb lenne. Ma már jót nevetek túl a 60-on. Ja, akkor ez nem egy mai duma, de egyébként nagyon szép. Nagyon szép. Velem vonaton ismerkedett meg egy srác, úgyhogy mind a ketten laptopoztunk, akkor még a Bluetooth korszakot éltük. Ő látta, hogy a telefonomról küldözgetem a képeket a laptopomra, ezt kihasználva párosítani akarta a gépemet az övével. A legidegesítőbb az volt, hogy 2 órás úton 20 percet tudtam megnézni a filmből, mert folyton feljött az ablak, hogy valóban párosítani szeretné a számítógépét. A végén leszállásnál odaadtam neki az utolsó párosító kódot, elsétáltam, ő persze meg se szólalt. Ada küldte nekünk. Jó egyébként, pofáknak ez jó. Modern technológia. A modern kon gyermeke volt. Igen. Egyszer is átült velem szemben a villamoson. Első kérdése, bocsi, nincs egy kis apród vonaljegyre? Mondtam neki, hogy nincs. Kéri Lajostól. Következő kérdése az volt, hogy van-e barátod? Mondtam neki, hogy van. Erre megsimogatta a lábam. Szóljatok, ha értitek a logikát. Kérdezi egy női hallgató. Odalépett hozzám egy fiatalember a metrom, hogy van-e barátom. Én büszkén közöltem vele, hogy a semmi 2 hónapja férnél vagyok, és nem ismerkedem idegen férfiakkal, különben semmire rávágta. Ja, nem azért akarta csak megkérdezni, csak hogy kell-e eladó férfi borotva. Ez jó. Jó. Ezt Fruzsi küldte nekünk. Aztán az én első nagy szerelmemmel a buszon jöttünk össze, megszerezte a telefonszámom, és amikor nem sikerült leülnie mellém, írt egy SMS, hogy ha te nem ülsz le mellém, akkor a büdös néni fog, neked annyira jó az illatod. Ákos a büdös néni mellől. 2 évig tartott, igazi kivis szerelem lett. Az eddig legmegdöbbentőbb próbálkozás az életemben a következő volt. Te mondták már neked, hogy jól nézel ki? Csütörtökön disznót vágunk, nem jössz el? Na erre én nem tennék. Na, ez élet. Ez nem te voltál, Ferenc? Kaja van, pia van. Ez nem te voltál, Puszi Norci? Nem léptél oda egy ilyen hanyas évek? De nem, ennyire jó már. Csütörtökön disznót vágunk, szerintem nem jössz el? Szerintem ez korrekt, érted? Tudod, hogy mire mész, tudod, hogy van ennivaló, innivaló, és tudod, hogy jó lesz. Ennél jobb tényleg csak az lett volna, hogy hallod, a hétvégén ártányt búgatunk, átjössz.
Helyén is van belőle pörkölt. Én ezt nagyon szeretem. Olyan jól nézel ki. Csütörtökön disznót vágunk. Nem jössz el? Szeretem. Engem egy hipermarketben a csemegepult előtt leszólított egy idősebb férfi azzal a szöveggel, hogy van valami a hajamban. Aztán megadtam a számomat, majd kiderült, hogy apuka, nős, és egyébként szeret fiatalokat zaklatni. Tiltottam a számát, hajszint változtattam, azóta nem ismer meg. De most erre neki. Azért odaadod a telefonszámlót, hogy van valami a hajadban. A Momlőt 100 cégén. Hozzám egyszer odaült valaki egy metrón, egy fiú volt, azt mondta, fogadjunk, hogy fel tudja sorolni az USA államait, ha nyer, megiszom vele egy kávét. Mondjuk nyilván biztosra ment a fiú. Igen, ez klári, a fiatal Vágó István. Bírítani a kérdéseket a műveltségére. Hagyj mutatkozom, mert István vagyok. Fogadjunk, hogy fel tudom sorolni az USA államait. Periódusos rendszer oda-vissza. De ismerem a Vágót, ő ennél rámenősebb egyébként. Rámenősebb. Vagy hát régebben most nem tudom. Vágó hogy... István vagyok. Kell még többet mondanom. Húzunk. Nem, ennyire? Ja, nem. Sok sztorit mesél, de ilyen sztorit azért nem mesél. Már lehet, ezt tőled hallottam. Jó, de ugye nem mondjál mindent. Azt mondja, hogy én fél évig néztem egy lányt a vonaton, egyszer megláttam a ZP-ben, és Maszkura és Tücsökraj koncerten egyébként. Ez nagyon fontos. Szereti a zenekar. Igen, akkor volt bátorságom oda menni, mert részeg voltam. Több mint két éve együtt vagyunk. Mi a zenekar? Maszkura és Tücsökraj. Nagyon jó. Igen. Emlékszem, egy Alma zenekar koncerten ismerkedtünk össze, a kígyóveremben pogóztunk mind a ketten. Hát Alma koncerten azért nehéz ismerkedni. Szóval ott hát én voltam anyukákkal. Alma koncerten a gyerekkel, igen, igen. Anyukákkal és túlvezérelt apukákkal tudsz az Alma koncerten igen, ismerkedni. Szintén szülő, nem pedofil. Igen. Azt mondja, hogy jó, hát nagyjából én esemesek jöttek. Drágák vagytok, köszönjük szépen, játsszunk, jó? Mert hogy tele vagyunk ajándékokkal, és ígértük hallgatóinknak, hogy azok, akik velünk utaznak, a Morning Show külön kiadásában, külön járatán, azok is nyerhetnek, és itt vannak már is játékosaink. Méghozzá két pasi, ha jól látom. Hello, fiúk, ciao. Hello, sziasztok, fiúk. Hello, hogy jön? Én Zoltán vagyok. Hello, Zoli. Én is Zoli vagyok, sziasztok. Jó lesz. Ide, jó. Várják, kis Zoli és nagy Zoli, mert van egy kicsi meg egy nagyobb. Nézzük át a játék szabályzatát, hogy nincsen összeférhetetlenség. Várják, hajas a hátra. Zoli a Zoli ellen. Figyeljetek, egyébként csak mondom, hogy aki benéz a járatba és nem száll föl, az azt látja, hogy néha ilyen nagyon lengén öltözött hostess lányok lebuknak, majd így felemelkednek. Az önnek, ez a Bali, azért még mindig két végén égeti a gyertyát. Nem egy rossz melóhely egyébként a Klassz FM. Igen, mert ugye, mint drága hostess lányaink, közben itt ajándékcsomagokat szednek ki az ülések alól, mindenfélét itt szerválnak nekünk, csak hát néha az ugye le kell menni az ülés alá. Két dolog közül választottunk egyébként a szerződés kötéskor, és a kafetéria helyett mi ezt választottuk. Igen, aki ezt kívülről látja, úgy gondolja, hogy jó hangulatú a mi kis különjáratunk. Na, Zoltánok, nézzük akkor. Ugye telefonért megy a harc, tippelős a játék, baromi egyszerű, aki közelebb tippel, az nyer. Jó? Mikor adták át a Budapest első metró vonalát? Így szól a kérdés. Melyik Zoli kezdje? Mindegy, valamelyik Zoli kezdje. Mikor adhatták át? Egyébként egy fontos évszám. A legelső, így van. Bizony, a nevében is benne van. Metró. Első metró. Egyébként igen. 1890. De szép válasz, mondaná Vágó István. 1890, így van. Mondjuk akkor én mondok egy 1896-ot. Tudnád indokolni ezt az évszámot esetleg? Hát én a Kisföld alatti metróra igen, mondom. De annak hát mi a teljes neve? Kisföld alatti. De elfogadjuk, jó, végül is évszámot kérdeztünk. 1896, így van. Így van, mert hogy milleniumi. Így van. Millennium Falcon. Így van. Jó. Zoli, ha még egyet behúzol, akkor megvan a telefon. Jó? Hány oldalból áll 2012-ben, majd felébb fordítsa a kérdést, kiadott Pál utcai fiúk című ifjúsági regény? Hány oldalból áll? Hány oldalból áll a 2012-ben Pál utcai kiadott fiúk. Pál utcai fiúk című ifjúsági regény? Olvastad, Zoli? Hát nagyon régen olvastam, úgyhogy azt sem tudom, hogy a hogy 1999-es mennyiből állt, de na. Mondjuk egy 269. 269 felírtuk. Jaj, bár ez véletlen volt, csak rátényeltem a tapsgépre, leállítjuk. Jó, Zoli, 269. Nekem ez volt az egyetlen kötelező, amit elolvastam, de az oldalszámod nem tudom pontosan legyen, 246. Az első egyetlen kötelező, amit elolvastál, vagy az egyetlen könyv, amit elolvastál? Nem, az egyetlen kötelező, amit elolvastál.
De egyébként egy jó könyv, nem? Az jó, szerethető. Jó, azon csak... kevés kötelező olvasmányok közé tartozik, ami egyébként szerethető. Szépen. Hát nem, csak a végén benézi, igen. De egyébként jó. Hát igen. De, tényleg, hát szóló a végén. Hát most ennyi, érte. Hát, nem vigyázott magára. Jó. Figyelj, nem fognak nehezedni a kérdések? Lesz még olyan kérdés, hogy mit tudom én, hogy hány napra jött meg Viktória királynő havia 1800 nap. De hogy most komolyan, tehát hogy ezt Laci írta ezeket a kérdéseket? Mi bajod van a kérdéseket? Teljesen jó kérdések. Tippelős. A jó válasz azt mondja, hogy 160 Zolikám. Ó, de jó, egy-egy. Nagyon jó. Kutyafáját. Ja, azt hittem megnyerted, de nem, hiszen egy-egy van. Na, az utolsó kérdés. Hány éves Janiék cicája? Na. Hűha. Hány éves Janiék cicája? Zoli? Ez egy nagyon jó kérdés, szoktalak titeket hallgatni, de ez egy nehéz kérdés. A cica nevét megkérdeztetem, hát a segít. Miklós. Abból kitalálod, hogy hány éves? Miklós, akkor szerintem ő 8 éves. 8 éves. Fölírom. Azt hiszem, Janinak kutyájuk van. Az is van. Az is van. Neki, de ő nem Miklós. Olyanok, mint egy állatmenhely. Minden van náluk egyébként. Tücsök, bogár. Hát mondjuk legyen akkor 9. 9. János, kérlek mondd el, mert fingom nincs. Nekem se, az a baj. Most várom Monitól az SMS-t, hogy megy. Nem, 8 egyébként. 8! Nagyon jó! Úgy van. Köszönöm szépen a segítséget a név alapján. A név azt gondolom sokat segített. Tehát igen, abból ki lehet közölkeztetni. Na, Zolikám, egy gyönyörű szép okos telefonnal tennénk még vidámabb azt az amúgy sem szomorú reggelt, jó? Használd egészséggel, egy pici kis feltöltőkártyát is adunk hozzá, hogy már tessék. Most tudjál azonnal hívni valakit. És itt a feltöltő is, jó? Simmel együtt. Simmel. Nagyon szépen ki van ráírva, Simi. Az vagy az ugyanaz, mint a feltöltő? Az ugyanaz, feltöltővel, Simmel együtt, jó? Nálunk még van a lass, sincs, ne hülyéskedj. Na, és mondjuk azon hallgatóinknak, akik... Várjál, csak közben jött egy SMS. Ez a legundorítóbb dolog, hogy soha nem olvassátok be az üzeneteimet. Ezt a negatív dolgot el fogom mesélni az ismerőseim. Ne, Léci, ne! Pedig minden nap hallgatnak benneteket. Na, ő lehetne a naphallgatója. Az van egyébként, hogy csak mondjuk kedves törzs hallgatunk, hogy cirka 1,5 millióan hallgatnak minket, és viszonylag sok SMS érkezik. Ne haragudj ránk, hogyha pont a tiéd nem jutnak sorra. Igen, de tetszett a megfogalmazás, a legundorítóbb dolog. Drága hallgatók! Egy kis segítség most újra, hogy adások keresztül is az ország bármely pontján szintén megnyerhessetek egy okostelefon. Ugye van egy előhívónk, ez a 0670. A 4 szám, amit elárulunk, az az 5317. Jó? Ezt kellene beütni. Ha nagyon türelmetlenek vagytok, akkor elkezdhettek megint fölébreszteni egyébként gyanútlanul alvó hallgatókat, de várhatok egy pici segítséget is. 5317. Megadjuk az esélyt annak, hogy valaki úgy becsörök, hogy az utolsó hármat nem tudja. Ha nagyon nem szólal meg a telefon, akkor adunk egy pici segítséget, gyorsnak kell lenni, tehát a szám egyelőre úgy néz ki, hogy 0-70-53-17. Jó? Ha tényleg valaki fölveszi alult, akkor szoktuk mondani, mondjátok tényleg, hogy István Dani vagyok, jó? És hogy a bocsival István... szeretnék beszélni. István Dani vagyok, ez a feladatom, hogy végig hívogassak alvó embereket a Music FM-től, ezt mondjátok. Ha jó fej és ő is hallgat bennünket, akkor beszéljetek meg, hogy mi lehet az utolsó maradék 3 szám, és próbáljátok felhívni a telefonunkat, ami itt van, ahogy megcsörög, azt látni fogjuk. Uh-huh. Jó? Vagy ahogy megcsörön, azt látni fogjuk. Állj! Valaki, ne hívjon senki semmit. Lenyúlták a telefonokat. Adják vissza. Annyi történt, hogy Balázs telefonját is kisorsoltuk. Így van. Akinél ott van a telefonunk, adja vissza azonnal. Adja vissza. Köszönjük. Tessék. Na, nem az én telefonom. Ja. Megvan. Így van. Most már lehet hívni, jó? 53-17, az utolsó 3 számot próbáljátok kitalálni. Ha nem, akkor mindjárt jövünk egy kis segítséggel. Fél kilenc lesz 5 perc múlva van friss közlekedés. Küldjetek, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Rádiózzuk a 4-es metró vonalát. Élőben a föld alól. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Fél kilenc van, pontosan. Egy percen fél kilenc lesz. Csak érvényes jeggyel és bérlettel lehet utazni. Köszönjük! Mondom én. A gyerekek, nagyon családias a hangulat, komolyan mondom. Nem mondom, hogy rossz megállni egy fél percre. Tehát azért nem mondom, hogy ez most rossz érzés egyébként, hogy állunk. Nem tudom, hol vagyunk? A metróban. A Kelenföldi vasútállomáson vagyunk. Drága hallgatóink, itt vagyunk. Azt mondja, hogy nagyon jó volt titeket látni reggel munka előtt. Bali, te nagyon kész vagy. Kata írta nekünk, köszönjük szépen. Azt írja egy másik hallgató, hogy
Reggel eltartott egy darabig, mire rájöttem, miért csilingel a kocsim percenként, aztán rájöttem, hogy ti metróztok. Még jó, hogy nem szálltam ki egyébként Kelenföldön. Na, itt vagyunk, és hát ugye telefonokat lehet nyerni. Utazásunk egyik fontos momentuma, hogy ugye teszteljük a 4G hálózatot. A másik pedig, hogy rengeteg ajándékkal készültünk, ezen ajándékok egy része már gazdára talált, de egyelőre úgy néz ki, hogy az utolsó három számot még senki nem fejtette meg. Ugye van egy 70-es hívószámunk, és 53-17 így állunk. Nyilván vannak humánusabb hallgatóink, akik nem akarnak most elkezdeni össze-vissza csörögni mindenkire, hanem megvárják, amíg kapnak egy kis segítséget. És azt már ugye mondtuk, és még mondani is fogjuk valószínűleg, hogy a mai fix játékaink mellé, amik ugye a Fekete Férégen nem, az Óven bácsi és Berulén és még az előttünk lévő hármas ugrás lesz, egy negyedéves bubi bérletet is adunk. Így van. Hoppácska! Ami nem jár le decemberben. ami remélhetőleg még most benne van. Most még matematikailag egyébként tényleg benne vagyunk. De hát azért tengelyigérő hőban tekerni nem olyan rossz. Most még benne vagyunk. Szeretik ezeket a bubikat, én azt látom, hogy kevés áll bent az állomás. Tök gyorsan valaki... össze lehet őket vágni egyébként. Mondom, most valaki vagy tényleg jól vágja le őket egy flexel, és gyűjti be őket. De nem, hogy egyre többet tesznek, egyre többször látom, hogy ez egy bevált dolog. Működik. Rengeteget lehet látni a városban. Én megmondom őszintén, egy picit hogy távolságtartó voltam a dologgal kapcsolatban, mármint hogy meg kétkedő, hogy működni fog-e, de amikor bent járok a városban, folyamatosan azt látom, hogy keresztül kasul tekernek vele a városban a turisták. Ráadásul nem csak turisták, ez a tökéletes. Érdekes, most csináltak egy felmérést, egy csomóan használják úgy, hogy bejön valameddig kocsival, és utána ő bubizik, bringázik a városba, mert ugye nem kell sajátodat behozni, meg hogy a francba hozod be, mert ő kis tarcsáról bejön, vagy tömegközlekedéssel, és akkor utána pedig bubival megy a városba. Ez döbbenet. Erre tök jó. De azért én inkább járok kocsival. Na jó, hát ezt megértjük. De jó egyébként, tényleg jó. Fél 9:01, nem sokára jön majd a beugró hármasugrásra, és kaptuk egy kis segítséget. Jó, hogy lehet megnyerni az okos telefon. 70-es előjön, 53-17 egyelőre, így állunk. Mondani akartam, hogy addig pedig van. A Metróból Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:49 lesz pontosan, egy perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Keleti Pajolvar, kérjük az angol nyelvi utasainkat, szálljanak le és keressék meg az állomást. Na, közben hát zajlik a játék, és úgy néz ki, hogy van, akinek sikerült megfejteni az utolsó három számjegyet, és becsörögni adásba. Pedig nem volt könnyű. Pedig Laci nem volt könnyű. Megtesz azért, hogy ne tudják megfejteni. Igen. Na, csörög, úgyhogy akkor felvesszük, jó? És adásba tesszük az illetőt. Uh-huh. Megfejtette, úgyhogy már a 75-53-17-es számot ne hívjátok. Jó? Ne hívjátok, így is kaptuk egy-két SMS-t, hogy akinek így kezdődik a száma. Szegényeknek nincs könnyű reggelük. Mi mondtuk, hogy várjátok meg a segítséget, nem mondtuk azt, hogy kezdjetek el most végighívni mindenkit, és 999 verziót megpróbálni. Mondtuk, hogy lesz segítség. Várjátok meg. De hát vannak olyan hallgatóink, akik egész egyszerűen nem várják meg a segítséget. Vajon szisztematikusan mész végig egyesével a számokkal, ha próbálkozol, össze-vissza. Vagy csak így belepróbálsz? 3-33-4-12-et, ami jön. Hát, ha bejön a lapon. Így van. Sanyi itt van velünk, ha minden igaz. Sanyi, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia. Na, hogy sikerült megfejteni? Pont, amit Feri kérdez, találomra, vagy csak beütöttél? Találomra, 184, és sikerült. Sikerült, így van, mert tényleg ez a vége. Nagyon sok ingerült hangú emberrel beszéltél előtte, vagy elsőre sikerült? Hát egy 60-80 körülbelül. És könyörögtek, hogy hagyjuk már békén, nem maga az mondtál, első. Elmondtál, hogy ez egy játék, és hogy te nyerni szeretnél, vagy mivel, amikor fölvették, mit mondtál? Nem, igazából meghallgattam, hogy ők kicsodák, és utána bocsánatot kértem, hogy téves. Mondtuk, hogy mondtad, hogy István Dani vagy. Hát ez nem értem, hogy ez kellett volna. Ezt kellett volna mondani. Na jól van, oké, ügyi vagy, sikerült kitalálni, úgyhogy akkor küldenénk neked is egy nagyon szép kis okos telefont, jó? Csak közben itt menetirányt váltottunk, és azért volt egy nagy levegővétel. Újra szembeülök a forgalommal, hogy a menetirányba is. Igen, de hát milyen irányba mész? Most a Keleti pályaudvar. Ja, nem kell előre. Sanyikám, van egy szép okostelefont, küldjük neked. Jó? Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Csáó, ügyes vagy. Hello. Kizárjuk-e azon játékosokat, akik a következő ilyennél bepróbálkoznak? Már hogy érted?
Hát, hogy nem várják meg a segítséget a három utolsó számra. Megkérjük őket, hogy várják meg. Ja. Ne zárjuk ide, de ja. Kérjük meg őket, ja. Igen. A 236-os végén már nagyon ideges a néni, nem hitte el, hogy István Dani vagyok. Itt vagyok a metrón, a kolléganom ugye nem hallgat Klasszapemet, de most bement helyettem, hogy itt leesek, köszi ezt a hétfő reggelt. Regina küldte nekünk. Srácok, nem lehet, hogy minden reggel metrózatok, feldobtátok a napomat, jó volt benneteket látni. Timi küldte nekünk. Vali, a lehető legjobb helyen ülsz, mögötted van a vészkiárat, most nézd meg a tömeget veled szemben. Így van, hát mögöttem van a vészkiárat. Ha füstöl, én hagyom el elsőnek. Ha metről, de négyes metről nem programigazgató. Ő is tudja, hogy hol kell állni. Tudja, hogy hol kell állni a vészkiáratnál. Egyébként a négyes nem füstöl, nem? Egyáltalán nem, ez teljesen patent. Szia, mi az? Mi a helyzó? Nézd meg, Feri, valamit üzenek nekünk. Egy hallgatónk beadta, Feri, ezt tudod elolvasni. Király vagytok. Igen, köszönjük szépen. Mert hogy közben megállunk, ugye, minden megállónál, és a hallgatóink, akik nem férnek fel a járatra, mert hogy tele van, beintegetnek az ablakon, mutogatnak, fotókat csinálnak, és igen, és hát próbálnak bennünket lefotózni, nagyon helyesek. Egyébként néhányan még zócsemeget is dobtak, ezt kifejezetten. Tartottam is a számon, pár az ablakról lepattant. Az ablakról. Egyébként nem csak ők készítenek fotókat, hanem mi is készítünk folyamatosan, ezeket feltöltjük egyrészt a Facebook oldalunkra, másrészt pedig ugye az Elitnek, az Instagram, így van, a szerencsés keveseknek az Instagram oldalunkra. Egyébként azok, amik az Instagramon megjelennek, fotók, azok nem láthatók a Facebook oldalunkon. Ott mások vannak? Igen, hát az Bali szerkesztő, ott egy picit. Igen, más típusú. Én úgy tudom tőle. Más típusú képek vannak. Gyerekek, hosszú ideje állunk. Mi történt? Nem szokott ennyit állni, nem vagyok hozzászokva. A keleti pályaudán a végállomás nem mindig egy picit hosszabb ideig állunk, mert eddig nagyon, nagyon flottul haladtunk. De most nagyon gyorsan jöttünk, és utolértük az előző szerelvényt, tudod? Jaj, ilyenkor kell egy kicsit. Vagy pisilni ment a sofőr. Éve, töltőre rakták a sofőr. Mert hogy már sofőr nélkül utazunk, igen. Na, tippelős játékunkhoz érkeztünk. Hol vannak a játékosaink? Lépjenek egy kicsit előrébb, jó? Ferencem, lendülj akcióban, neked ezzel a nagy testtel nem egyszerű ezen a kis vékony metron közlekedni. Köszönöm szépen, majd a legközelebb inél te állsz föl, nagy fejű. Na, az lábbalba ne kapaszkodj. Várjál, ide álljál, no. Ide. Én ide. Így van. Hello, fiúk, lányok, itt hogy hívnak? Hello. Szilágyi Lenke vagyok. Lenke, hello Lenke. Te friss felszálló vagy, ha jól láttam, nem? Csak beugrottál, vagy ránk vadásztál, és tudatos volt? Direkt jöttem ide. Direkt jöttél. Azt mondtad, megállsz az egyik megállónál, és megvárod, míg megérkezünk. Meg is váltam, igen, így tettem. Nagyon jól tetted. Téged hogy hívnak? Lacinak hívnak. Lacikám, te futni voltál? Mert nagyon sportosan vagy. Én Jani, az előző témához akartam hozzászólni, hogy Jani miatt töltöztem itt egy 20 éves pólóval rajta, ami szemezek fel és nem lát. És mondom akkor, hogy itt nem... Ja, te is ilyen takarékos gyerek vagy. Hát nem tudok felszedni ezzel a pólóval, mondom, hát ha Jani, de... Ja, értem, egy őskövület futó póló van rajta egyébként, hát, igen, egy 95-ös versenyé. Igen, hát Jani szereti ezeket a retro dolgokat. Akkor igen. Most már meg vagyunk. Reméljük, hogy azért ki volt mosolni hányszor, és nem úgy van rajta. Nem úgy értem. Ahogy én szoktam hordani. Ahogy Jani hordja, igen, hogy egy évben egyszer mossa ki. Jól van. Na, drágák, figyeljetek, okostelefont lehet nyerni, ezt nyilván tudjátok, tippelős játékunk, brutálisan elvis kérdéseink vannak, tehát Laci egy éjszakát dolgozott rajta, átírta, átkonvertálta, míg végül is kijött ez a kérdéssor. Nem könnyű megválaszolni. Az első kérdés úgy szól, hogy milyen hosszú a négyes metró méterben, már nyilván a vonalára értjük, tehát nem magára a szerelvényre. Körülbelül hány méter lehet? Ez ugye egy kilométert kellene méterbe konvertálni. Lenke? Hát azt tudom, hogy nagyon rövid időben, kilométerben. Igen, hosszú idő alatt készült, nagyon rövid, ugye? Tehát ellentétes irányú volt a mozgás. Sokáig készült és nagyon rövid lett. Mennyi lehet ez méterben? Nagyon fontos. Méterben. Körülbelül. 38 ezer méter? Ah, 38 ezer méter? 38 kilométer. 38 kilométer? Hát az lehet, hogy hosszú egy kicsit, mindegy, fölírtuk 38. Lacikám? 7 kilométer. 7 kilométer. Na, a válasz egyébként egészen jó, mert hogy... 7400 méter. 7400 méter, így van 7 kilométer. A 38 kilométer az picit. Életem, hogy ilyen vele. Igen. Hát egy ilyen Budapest, Agár Budapest, azt így megfordulnánk. Sokat utaztál valószínűleg. Én budapesti vagyok. Igen. Sokat utaztál az M3-ason. Én vidéki vagyok, csak azért. Mondja, Gyani? Csak azt akartam, hogy biztos sokat utaztál az M3-ason, mert az az, ami az örökké valóság. Tehát amíg a Kőbány Kispestől kiérsz Újpestig. Igen, azért az se egy nagy távolság, csak az megfordultabban megy. Igen. Lassan jár, tovább élsz, illetve kevesebb egy gyulacki alapon. Te, Laci, ez komoly ez a második kérdés? Igen, ezt ő komolyan gondolta, én már rákérdeztem. Ez egy több komoly második kérdés. Jó, azt mondja, hogy mekkora a Fekete-tengernek
A felülete, jól értem én a kérdést? Így van, ugye? Tehát mekkora a Fekete-tenger felülete és kiterjedése? 4 cm. Ezt a könnyű kérdést választotta Laci, miután ugye első körben azt szerette volna megkérdezni, hogy a Fekete-tengerben található halfajtáknak a száma mennyi lesz. De miben 4 cm kellene megadni a Fekete-tengernek a kiterjedését és a felületét? Ugye most ez jössz, Laci. Laci, kell nem csalunk, hogy mindig... 400 ezer kilométer. Na, Lenke, csak egy kérdés, hogy több vagy kevesebb, ha nem akarsz, nem kell számot mondani, annyit mondj, hogy több vagy több, kevesebb. Több leti beled. Több. A válasz 422 000, úgyhogy oh! egy-egy van. Egy marha érdekes egyébként. Igen, csak mondom, ha meg akarjátok verni, itt ül, ő az, így fekete pólóban, ő a mi szerkesztőnk. Egy szavatomba kerül, én felállok, és akkor befértek itt az asztal és a székek között. Én most nem szeretném. Na, az utolsó kérdés. Ezt János tetett föl, mert rám vonatkozik, úgy látom, hogy vannak személyes hangvételű kérdések. Hány igazi barátja van Sebestyén? Rohadjál meg, ez a kérdés. Okay. Milyen magas Sebestyén Balázs? Na, körülbelül. Jó? Tehát milyen magas, nem mennyit állít magára, milyen magas Sebestyén Balázs? Te szemét! Jó, azért 1,70 fölé lőjetek, ne alázzatok meg nagyon, jó? 1,79. Hát ilyen picinek néznék ki. Ő magasabb ettől. Igen? 180-tól is. De én mondok 180-at, mert magasabb. 180. Egy-egyre állunk eddig? Igen. A helyzet az, Lacikám, tiéd az okos telefon! A betyárja. Így van. Mennyi 179 vagyok? 179 és fél. Nem, 180 cm magas 180. kereken. Még ezt sokan nem is gondolnak. Na, köszönöm szépen. Csodálatos okos telefonod, jó? Köszönöm. És fantasztikusan játszottál. Nagyon ügyes voltál. Fél négykor kell. Honnan jöttél, hogy ilyen korán kellett? Hát azt így nem mondom, mert hülyének néznek, akik hallgatják a rádiót. Vagy így már, hogy telefont jártam. Mezőkövesdről jöttem, az igen. Vonattal, és biciklivel megyek haza. Aha. De miért hihetetlen vagy? De miért Mezőkövesdre mindenki ismert téged? Hogy azon, hogy hát, de igen, tehát a Mezőkövesdi Laci. Nem hülye, aki föl kell fél négykor, hogy eljön ide. Nem, figyelj, hát szeretsz minket, hát nincs ezzel baj. Hát ezt vállalni kell. Hát van egy kedvenc rádióműsorod, egy reggeli műsorod, el kell jönni, és föl kell kelni fél négykor. Hát nagyon ügyes vagy, csak mondom egyébként, hogy a fix játékainkhoz jár a negyedéves bubi érletet, nem tudsz hazamenni biciklivel. Nem, annyira azért nem kell. És hol a bringa, vagy hova tetted? A keletinél lezártam az óra alatt egy padhoz. A pad is le van csavarozva, úgyhogy remélem megmarad a bicikli. Hát te még nem ismered azért a tolvajokat, bármit elvisznek. Persze. Ha tetszik neki a bringát, paddal együtt mindent elvisznek. Már le volt csavarozva, vagy te csavarozva? Nem, le volt csavarozva. Figyeltem. Jó van, Lacikám, sok szerencsét akkor az új telefonhoz, használd egészséggel. Lenke, azért neked is adunk egy ajándékcsomagot, jó? Hogy azért ne menj haza üres kézzel. Ügyesek voltatok. Puszi nektek, köszönjük szépen. Na, mi pedig játszunk, mondjuk az újonnan felszállóknak, hogy a Fővám téren vagyunk jelen pillanatban, illetve pontosabban már voltunk. Úgyhogy megyünk tovább a Szent Gellér tér a következő megálló, valaki szeretne beszállni. Nem könnyű bennünket észrevenni, most leghátul vagyunk, csak nagyon sokan állnak és néznek bennünket, úgyhogy valahogy itt az ablakon, ha beintegettek, akkor lehet, hogy könnyebben találkoztok velünk, mert nem könnyű ide férni hozzánk. Fővám tér, ugye, ahogy a németeknek szokták mondani, ugye? Igen. Über Finanzplatz. Hát még már kicsit várom, hogy ezt is bemondják egyébként. Ég. A Felecsi pályaudvar. Achtung, Über Finanzplatz. Hol van a megafonom? Itt. Tessé. Gyerekek, Lacit nem lehet lerázni. A biztonságiakat kérjük, vezessék el, László. Anya. Köszönjük. És gratulálunk a nyereményhez még egyszer. Mondjad, Laci, mit akartál még? Mert beültél. Én nem is fényképeztem, mert mindenki fényképez engem. Nekem meg nem lesz meg fényképezés. Majd átküldjük, jó? De nincs is nekem fényképezős telefonom, úgyhogy ezt a kisfiamnak nyertem. Na, úgyhogy... hát akkor néha elveszed tőle, és akkor lesz. Jó? Nem. Csinálunk rólad egy fotót, jó? Fölrakunk az Instára téged is. Na, van egy fotó. Jó, hogy az utazó közösségről rólad, Lacikám, itt a fotó, jó? Meg Feriről. Köszönjük szépen, csókoltatjuk a gyermeket. Mutatjuk a beugrót a hármasugrásra, mert ugye változott október 1-től a hármasugrás, 9:30 játszunk, 9 óra előtt pedig van egy beugrónk, ki kell találni 2 darab dalrészletet az 5-ből, jó? Úgyhogy már is ez következik, mutatjuk a részletet. Lehet, hogy hát én egyet elkaptam a levegőben. De kettőt kell. Kettőt kell, megmutatjuk még egyszer, figyeljetek. Lehet, hogy te szép vagy, hát itt a fél. Ugyanaz van meg. Aha. Ez megint iszonyatosan nehéz, de nem a múltkor nagyon könnyű volt, most még marha nehéz. Jó, hát nekünk azért van egy kis menetzajunk, azért nem halljuk, de egy egészen biztos megvan, de nem mondom úgy el, mint a múltkor. 4 perc van pontosan 9 óra, ha tudjátok, írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos, hírei után. És most
Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Élőben a föld alól. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hol vagyunk? Mondom, neked Újbuda központ. Újbuda központ, a betyárja, tehát ez sokkal szebb, mint az eddigiek. Igen, egyébként ez a nyersbeton, ez nagyon jó. Nagyon jó. Itt vagyunk, Újbuda központ, ha valaki még szeretne felszállni, hát nagyon nagy tömeg van a járatunkon, el kell, hogy mondjuk, hogy igazából lehet, hogy az a jó, ha valaki idejön elől az ablakhoz, gyorsan beinteget, csinál egy fotót, mert hogy megteltünk. Annyira megteltünk, hogy itt az elejére már nem is nagyon lehet felszállni. Nem. Most annak ellenére sem rengetegen vagyunk. Hogy most egy picit hátrébb kellett vinni az embereket, illetve most már visszajöttek, mert Feri mindig ilyen negyed tisztájban szokta elfogyasztani a szendvicsét, és most nincsen szendvics. Féltünk, hogy elragad valakit a tömegből. Kicsit hátrébb kellett voltam a fülkében. Igen. Volt előről fülkében? Hát gyerekek, ez zseniális. Az jó, mert akkor ketten voltam, mert én meg itt voltam ezen a végén. Te is nyomkodtad azt a pirosgó? Várjál, és akkor két felé mentünk egyszerre? Csoda, hogy nem szakadtunk szét középen. Akkor nem távolabb mentek az emberek, hanem megnyúlt a közepén. Igen, te is nyomtad azt a gázt? Persze, mindent, amit lehetett, illetve amit nem lehetett, azt is. Full 21. század. Azért ne túlozzá, de egyébként eleje. Hogyan ez, hogy előbb-utóbb eltűnnek majd a sofőrök a metróból? Mi lesz a metró vezetőkkel? Egy idő után nem kellenek majd? Hát ez milyen világ? A négyes az a kezdetek óta így megy, hogy nincs rajta a metró vezető. Azért tartott állítólag ugye ilyen sokáig az átadása, mert sokáig kellett tesztelni. Hogy hát de mi lesz a munkahelye? Meg a munkahely teremtéssel közben eltűnnek a sofőrök a metróból. Hát ez hova? Átképzik őket? Hihetetlen, hogy egyébként egy szponzorált adás alatt sem tűnik el belőled a szociális érzékenység. Tehát annyi, de tényleg. De tényleg eszembe jutott, hogy előbb-utóbb nem lesz majd senkire szükség. Hát mi a fene lesz itt? Milyen világ lesz? Nem akarok egy robotizált világban élni. Jó, viszont szeretem a metróvezető. Kétszer annyi peronőre van szükség. Az is igaz egyébként. Szegényeket átképzik, igen. Emetes Siófok felé 94-es kilométer az Ajib kútnál. Most állítják a három lábút. A fotókészítőmester, vigyázzatok. Valamint a 132-es kilométernél szintén van egy trafi, mindkét irányban, ez szintén az M7-es. Aztán Budai alsó rakparton baromi lassú haladás, nem is lesz nagyon gyorsabb szerintem, amíg nem adják át a Margit hídi részt. Valamint 4-es főút Szolnoki elkerülő Tisza hídon hatalmas lyuk a jobb oldali nyomban, nincs jelölve, baleset veszélyes, ez picike, mondta nekünk. Mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Hát srácok, ja. Nagyon örülnék neki, hogyha ti nem olvastátok volna ezt a hírt, mert szeretném látni az arcotokat, amikor kiűr rá döbbenet. Olvastam Kozsóval kapcsolatban néhány veretes sort, és hát azt kell mondjam, hogy hát ugye, amikor legutóbb te nem voltál bent, és Kozsó meglátogatott minket bent a stúdióban, már láttuk, hogy azért megindult rajta a változás, hogy ez az ember már nem ugyanaz az ember, csak nyomokban, mint ami régen volt. És most ez a kis cikk is erre utal. Következő történt, Kozsó is nyilván a barátnője, illetve valamelyik családtagja, aki aztán fotót is készítette róla, egy bevásárló központban jártak, és a következő történt Kozsó elmondása alapján. Éppen sétáltak bent az áruházban, amikor egyszer csak egy szemes sarkából meglátott valamit heverni a lába mellett egy dobozban, amiben mozgott valami. Egy doboz, amiben mozgott valami, és így ahogy van, Feri rátalált rögtön itt a lényegre, egy csecsemő, először azt egy hitte, dobozban volt saját elmondása alapján, igen, egy dobozban volt a csecsemő, saját elmondása szerint először azt hitte, hogy egy állat. Mert nyilván rengeteg élő állat van egy áruházban, egy kis kallódó papírdobozokban. Következő történt, talált egy kisgyermeket egy papírdobozban. A papírdobozban ült a csecsemő, aki keservesen sírt, de amikor Kozsó odalépett hozzá és lehajolt, akkor abban a pillanatban a gyerek ránézett, és megnyugodott, hiszen érezte azt a boldogság mennyiséget, azt a nyitottságot, azt a szeretetet, ami Kozsóból áll. Nem lehet, hogy megijedt a gyerek inkább. Lehetséges. A kisgyerek elmosolyodott, megnyugodott, és felszólt, hogy nagy voltál az álmokfutóban, öreg. Igen. És, de ez még nem minden, mert a következő történt. Visszaérkeztek a szülők, amikor a gyerek ránézett a szülőkre, megint elkezdett sírni, de amikor visszanézett Kozsóra, akkor megint megnyugodott, és mekkora? Felállt. A gyerek. És elkezdett járni. Nem áll! Ne! Igen!
és az anya azt kérdezte, gyerek, és elkezdett járni. És odafutott Gozsóhoz. Persze, és az anya azt kérdezte, öcsike, hol mész, még csak 4 hónapos így vagy. Nem, meg se fordulsz. Egyedül még kislogni se tudsz. Kúsznod kéne, másznod kéne, meg fölülni. A csecsemő felállt, és elkezdett járni Kozsó hatására. De a Kozsó miért generál mindig maga körül ilyen híreket? De tényleg. Tehát, hogy eleve már teljesen szűrés, egy dobozban egy csecsemő, ugye? Tehát nem életszerű, hogy egy bevásárló központban találsz egy csecsemőt, egy dobozban. Hát egy karton dobozban ültetik a csecsemőket, jó, az anya benne bevásárolt, addig azt mondta, ülj le, olyan szépek, egészségesek voltak azok a karfiolok, anyukának meg csak egy keze volt, választott a karfiolok, vagy egy gyereket berakta a karfiolos dobozba, és ott hagyta őket. És a csecsemő, ahogy Kozsó egy picit legugolt hozzá, egy picit elkezdett vele barátkozni, ahogy megérezte belőle álladó földön túli energiát, meg azt a hihetetlen szeretetmennyiséget, mit csinált, felállt és elkezdett járni. Hogy a következő mi lesz, hogy leprásokat fog majd gyógyítani? És van fotó erről? Igen. Van fotó arról, ahogy guggol a kis gyerek mellett, ami tényleg egy dobozban ül bent. Igen, most aztán a gyerek kártyatrükköket mutogatott, és megszűnt, és franciául kezdett el beszélni. És aztán pedig ilyen megszápolt a relativitás elmélete. És megkérdezte, hogy ki az a Stephen Hawking, persze. Én nem tudom, ez a sajtósa generálja, vagy ezt ő generálja, vagy... De nem szerintem lehet, hogy a gyerek egyébként egy 12 sajtos. Hónapos kisgyerek volt, aki már tudott járni, csak a Kozsó félreértette, ült a gyerek egyébként, majd fölállt és arrébb sétált. De egyébként nem volt semmi nagy szem, mert a gyerek már tudott járni, ez nem lehet. És a Kozsó azt mondta, hogy nézd, meggyógyítottam, jár. De a gyerek már egyébként másfél éves csak volt. Még túl pici volt. Egyszerre. Arról már egyébként nem volt fotó, hogy nézett ki a gyerek, amikor járt. Nyilván nem ez tudták összehozni. Ez a személyiségi jogokat sértett volna. Hiába mondta a sajtósának, hogy de már pedig ez a gyerek azt akarom, hogy járjon, akkor járjon, és valami merevítőt rakjatok már rá a lábára, vagy valami. Úgyhogy ez van. Hát Kozsó gyakorlatilag egy másik dimenzióban él és mozog és alkot és gyógyít. És az is benne volt a cikkben, hogy sírt a végén Kozsó. Nem, hát az már annyira standard, hogy alapdolgokat nem írnak. A következő mi lesz egyébként, hogy majd egy saját egyházat alapít, és ők lesznek a kozsóisták? Én remélem, hogy azért ott a bevásárló központban Kozsó nem kapok ihletet, úgyhogy oda menni egy mozgássérült, és azt mondta, kelj fel és jár. Nem tudok sajnos. És a szülők mit mondtak? Hogy a Kozsó által megihletett gyermek tényleg a bajta sírást, és a szülőktől ordít, tehát Kozsó energiája az, ami segített? Tényleg? Tehát ezt a szülők is nyilatkoztak a cikben? Nem igazolták a dolgot. És Kozsó azt mondta, nézd, van itt nálam két vadonatúj koncertjegy, a december 18-ai szimacsarnoki álmokfutó koncert. És látod ezt a fél holdat? Mondom a pontos címet, ahol megkaphatjátok. Kedvezményes áron, 860 forint plusz áfa. Igen, és az egész egy rohadt nagy Kozsó koncert reklám. Na mindegy, én imádom a vele kapcsolatos híreket egyébként, zseniális. Meg a palit is önmagában. Tehát én nem voltam, amikor ilyen állatok volt, de hallottam, hogy 4,5 percenként elsírta magát, hogy én nagyon kedvelem. Egyébként tényleg. Jó lelkű srác. Ő nagyon, nagyon jó lelkű srác, és tökre, tényleg én is várom egyébként, hogy hova fog még fejlődni a sztori, mert valószínűleg a következő alkalommal az lesz, hogy az aktuális Kozsó koncertnek a helyszínét valószínűleg a Betlehemi csillag fogja majd és vinnünk kell. Igen. Na. A tippelős játékunk az itt van, a játékosok, drágák, gyertek akkor kicsit közelebb, mert hogy még mindig kap valaki lehetőséget arra, hogy megnyerjen egy nagyon szép telefont, hangsúlyozom még egyszer, a kérdésekről. Kollega úr, ne zavarja az adát, vagy ez főnök? A kérdésekről nem tehetünk, azokat Laci követte el az emberiség ellen. Na, kit hogy hívnak? Hello! Hello, Sós Gabriella vagyok. Gabi, hello Gabi, mióta utazol velünk? Hát az előző keletinél szálltam föl. És hányra kell? Járatra. Hányra kell menned dolgozni? Nem kell mennem dolgozni. Nem kell. Tanulsz még, vagy mit csinálsz? Nem, már most segítő vagyok két sérült gyereknél. Ó, hát milyen szép. Szép hivatás. Úgyhogy már most van időm. Van időd. Akkor velünk metrózom. Milyen szép hivatásod van. Téged hogy hívna? Sziasztok, Tomi vagyok. Tomikám, hello, mióta vagy velünk? Reggel óta. Tényleg? Igen. Az első járat óta? Igen. Tehát az első járat... Földön szálltam. Komolyan? Igen. Te jó arc vagy, köszönjük szépen. Van menned lelkesedés. Hányszor kellett kibeszállni, emlékszel? Nem emlékszek, nem. Sokszor. Te dolgozol, vagy suliba jársz még? Is, mind a kettő. Mit csinálsz? Hát egy török bálinti mobilszolgáltatónál vagyok, értékesítési asszisztens. Török Bálint értékesítési asszisztens, jó. Igen, a közepét nem értette. Igen. Na, oké, figyeljetek akkor, jó? Tippelős játék, hogy értelemszerűen három kérdés van, aki kettőre jól tippel, vagy jobban tippel, az a telefon. Melyik évben kezdték el építeni a 4-es metrót? A nagyszüleitek még látták. Melyik évben kezdték el építeni a 4-es metrót? 2004. 2004, Gabi. Korábban. Csak hosszúnak tűnik. Igen? 2004-nél korábban, azt igen. mondod? Na, mondom én, hogy a jó válasz, az 2006-ban, úgyhogy Tomikám, egy brutális pontot már be is gyűjtöttél.
Azt mondja, hogy Ferenc pápa hányadik az egyház fők sorában, így szól a második kérdés. Itt ül az ember, aki írta a kérdésor, csak mondom, fekete pólóban. Majd őt kell a végén. Egy feldühödött tömeg akarja már megvenni. Tehát hányadik pápa magyarul? Most mit kötözköd? Ja, bocs. Hányadik az egyház fők sorában? Hányadik pápa? Egyébként igen. Hányadik pápány, Ferenc? Hát, 20. 20. 20? Ó, igen, 20 lenne. Tomikám, mondj valamit. Több lenne. Ha mondanod kéne egy számot, mit mondanám? Körülbelül. 21. 21, jó, ravasz. 266 a jó válasz egyébként. Apácska. Kitalált el az elsőt? Ki volt? Tomi? Hát akkor viszont megvan az okostelefon. Bizonyám, jó? Mind a két pont az ön. Igen, megvan az okostelefon. Ja. Kaminak adjunk már valamit. Azt rád bízom, János. Ha kicsivel is beér. Egy ajándékcsomagot természetesen Gabi is kap, és köszönjük szépen. Tomikám, neked pedig egy vadonatúj okostelefon, jó? Köszönöm szépen. Használd egészséget. Tessék, itt a telcsi, meg a kártya. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és akkor János kérése is meghallgatásra talált. Gabi, egy okos, egy ajándékcsomag neked is. Köszönöm, jó? Szépen. Puszilunk, köszönjük szépen. Hol Gabi? Vagyunk? Keleti pályaudvar. Sziasztok. Hello, közben integetnek az utasaink. Ali. Fotózkodnak is. Most már érzem, hogy milyen lehet az állatok világnapján a rács mögött lenni. Így van, a szakból. Hello, ott még föl tudtok szállni egyébként. Jó van, na, van még egy telefonszámunk, Lac? Van még egy telefonszámunk. Mondom az utolsót, jó? Nagyon kérünk mindenkit szépen. Ne tegyétek tönkre azokat, akiknek 70-es a számuk, és ugyanez, hanem várjátok meg a segítséget. 0670, ezt ugye tudjuk. 53-25. Igen? Igen. Ez is ugyanaz. 53-25. Nem, ez tök más. Ez kétszer volt? Mert az 53-17 volt. Nem, az 53-25. Igen. Aha. 53-25. Jó? Jó, és az utolsó három szám? Takaríts meg a tűt, mert nagyon szöszös. 53-25. Azt nézem még, hogy mit tudnánk segíteni esetleg. Nem, sajnos a szerkesztő most nem ér. Laci, gyere ide egy pofonél. Mi a segítség? Segíts nekem egy picit? Mindjárt segít. Az anyja. Meg is vagyunk? Megvan. Ez a számú autóbusz közlekedik Debrecenben a Nagyállomás utca és a Kishatár utca között. Hát ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó, Laci. Miért haragszik ennyire a világra? Mi baja volt éjszaka, amikor ezt a kérdésort írta egyébként tényleg? Csak mondom, hogy ez az utolsó két szám. Tehát ha megvan az utolsó két szám, akkor egy egyegyű számot kell még kitalálni. Jó? Tehát ez a debreceni busz, ez az utolsó két szám, és akkor hiányzik még az utolsó előtti, oda pedig egy darab egyegyű számot kell még betenni. Tehát jó? Egy csomóan még örülnek az országban, mint egy 9-en. Tehát 53-25, utána a Kishatár és a Nagyállomás utca közötti debreceni autóbusznak a száma. De a kettő ez az közé. A kettő közé még egy darab egyegyű számot kell beírni. Ennyi. Van rokonod Debrecenben, Laci? Hogy jött ez? Tényleg közebb szóljál, szerzünk plusz egy telefont, és odaadjuk neki. Hoppá! Hoppácska! Kutyafáját! Vedd fel élőbe! Pultra tesszük! Hogy tudta ilyen gyorsan? Szóljatok, ha itt van. Halló? 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 Tedd már le! Halló? Gyerekek, nagyon szeretek. Szép napot! Hello! Jó reggel! Ciao! Mondj egy nevet, hogy hívnak? Takács István vagyok. István! Honnan a fenéből tudtad a Kishatár utca és a Nagyállomás utca közötti... Hát sűrűn járok arra. Komolyan mondod? Dehogy is vicceltem, életemben nem jártam. De nem is debreceni vagy? Nem. De honnan tudtad? Megnézted interneten? Vagy valahol? Találgattam. 43 egyébként a jó megoldás, és még be kellett írnod még egy jegyű számot. Igen, igen, igen. Így van. Hát akkor gyorsan belehúztál. Most próbálkoztam az egyessel, aztán a kettessel. Laci egyébként oda azt írta segítségnek, hogy Balázs matematikai érettségi osztályzata. És tényleg? Nem, hármas voltam, de ő beírta, hogy jó lesz az kettesre is. Na. Igen, igen. Hát egy szép telefont adnánk akkor neked, jó? Így műsorunk végére közeledve. Egy okos telefon, ráadásul feltöltő kártya is van hozzá, jó? Csak hogy tudjál azonnal csörögni. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Jól van, ügyes vagy nagyon, és gyors voltál. Gratulálunk. Hát, tényleg örülök, nem tudok mit mondani. Köszi, örülünk, hello. Hogy örülsz. Ciao. Szia, szép napot. Sziasztok, hello. Na. Nincs hír azóta Kozsorról?
Nem, az ég meggyógyított egy látássérültet, csinált bármit, semmi? Visszaimádkozott egy ámbrászcetet az óceánban. 5 perc pontosan 9:30, jövünk vissza mindjárt a játékkal. Jó? Csak gondoltam, reklámozunk egy picit, és utána hármasugrunk, de akkor játszunk most hármasugrást. Jó, már itt is van a játékosunk, ha minden igaz. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Hello! De el vagy kesered, de hogy hívnak? Gábor, nem vagyok látosodatlan. Gábor, csak olyan kis szomorú volt a hangod. Honnan írtál minket, Gábor? Budapestről. Jó, na mondj egy-két dalt, mit ismertél föl? Robbie Williams, írtam a Fult, meg a Bonanza Banzai. Jó, így van, Robbie Williams, Bonanza Banzai. Így van, ez egészen biztos, hogy, hogy benne volt. Ezt ismerték föl a legtöbben egyébként, a Robit és a Bonanzát. Jól van, Gábor. Na, milyenek a kérdések, Jani? Első kettő, vihető, a harmadik vérfürdő. Vérfürdő. Bedurultál? A harmadik nem. Itt szól a harmadik, az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az üldözési mániát? Üldözési mániát? Aha. Idegen szóval. Idegen szóval. Ha nagyon félsz valamit... Nagyon jó, nyomnék tapsot. Oké, a pasztartó megvan, most jön egy baseball sapkáért a következő kérdés. Na, azt mondja, hogy jaj. Melyik kontinensen őshonos a marakuja? Ne kapkodj. Marakuja? Marakuja. Dél-Amerika. Jó! Válasz, így van. Állítottál a betűméreten a telefonodon? Nem nyomkodok. Segítelem. Figyelj, jó vagy egyébként, meg van akkor a baseball sapka is. Ha rám hallgatsz, megállsz. Nem állok fel. Nem állsz meg. Így szól a harmadik kérdés. Mire használták egykor a petrencés rudat? Petrencés rud. Széles. Így van. Na ennyi. Most. Mit mondtam? Szénaszállítás, azt mondta, és ez tökéletesen így van. De ezt olvasod valahol? Á, dehogy is. Csak nagyon kellett keresni fejbe, mi? A szín az alma hordás. Ez igen. Picit baj van az olvasásra. Jól van. Oké, Gábor, megvan az ajándékcsomag, örülünk, ügyes vagy. Hát köszönöm, szóval. Jó? Nagyon szívesen. És hát ne felejtsük el, hogy jár neked még egy negyedéves bubi bérlet is. Áldó, biciklizik volt. Oké, jól teszed. Ciao. Sziasztok! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Vajon mi lehet fönt? Süt a nap? Külvilág van? Emberek? Autók? Járókelők? Csajok? Pasik? Tehát lassan 4 órája vagyunk itt ebben az alagúban. Szakad az eső? Mindenki eltűnt már. Igen. Van még élet a felszín felett? Vajon adjatok ki? Csak tántorgó zombik. De azt imádnád. Így van, lángoló háza, kiégett autóroncs. 9:30 lesz pontosan, 2 perc múlva van friss közlekedés, küldjétek. Még mindig csörög a telefonunk egyébként. Úgy látszik, sok hallgatónak sikerült megfejteni most már, hogy bemondtuk a jó megoldásokat. Szóval 9:30 lesz, 2 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Élőben a Metróból. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 6 perc elmúlt, 9:30. Igen? Aha. Ez kit érdekel. Van valami a levegőben. Nem, érdekes egyébként, sokkal jobban szeretem a zenéinket, amikor itt van a programigazgató. Ó, hihetetlen. Leszállt, nem? Igen, hihetetlen, hogy ki a nyaller közülünk. Igen, ezt a dalt egyébként én is nagyon kedvelem, és ez egy nagyon jó dal. Eri? Én már akkor kedveltem, amikor még nem jöttem. Frontális baleset van a 47-esen Debrecen és Mikepécs között. Körülbelül 3 kilométeres a kocsisor. Ezt Csabesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Rakodó gép ezek, és közben titeket hallgatlak, különböző hangok, amik a metróból jönnek, mindig azt hiszem, hogy a gép romlott el, szerintem meg kéne olajozni a sineket, hogy halkabb legyen. Egyébként nem hangos, gyerekek, behallatszik, van egy kis atmoszféra zaj, de kiválóan, egyes metró kiváló. Nekem a kedvencem a kis föld alatt a Millennium föld alatti vasút, hát az ehhez képest mondjuk egy tényleg a viharvasút, az iszonyatosan durva, de mondjuk ennek más hangulata. Na jó, de hallottuk, hogy 1896-ban adták át, tehát azóta már ráfért volna egy felújítás. Baleset a Boráros térnél, nagy a torlódás, Szemi küldte nekünk, valamint a 86-os úton Bősárkány belterületén Fehér Szádból mérik a csorna felől érkezőket. Szabesz küldte nekünk, hogy érdemes ott is lassítani. Na, aztán még egy-két SMS. Mi a fitymám, az a pasztartó? Kérdezi valaki.
Teljesen jogos a kérdés. Nézd. Egyébként az a nyakba akasztó. Tehát ami ugye sok munkája már belépőkártyát tesztek, vagy tudom, zsebre lehet tenni, rá lehet fűzni valamit. Ugye, hát ilyen nyakba akasztó. Igazából ez a legjobb. Ez a legjobb szó. Tessék? Valaki egy picit a, semmi, a fejemre ült. Nem, egyébként én azért szeretem az ilyen jellegű SMS-eket, mert ezek elég konkrét jelzések a promóciós osztályunk felé, hogy túlhaladott az idő minket. Nem, annyira előre vagyunk, hogy ő még nem érti, hogy mi az a pasztartó. Ez is igaz. Érted? Hálaritko úgyis. Igen. Na, nem sokára kiszállunk. Nem mondom, hogy rossz lesz. Figyeljetek, én azért így a negyedik óra után tök sötétben, de nem mondom, hogy rossz lesz, de nagyon szeretjük ezt a dolgot, és mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatot. Csak mondom egyébként, hogy nekem majd, meg nem, csak nekünk visszafele lenne majd dolgom, hogy nem lenne baj, hogy én már kiszállnék a Calvinon, és ti meg benne mennétek majd a végéig, mert most én minek utazok visszafele. Nem érdekel, hogy a műsor végén szállsz. Nekem hamar, én nekem 50-kor ki kell szállnom. De bocsánat, én bérletes vagyok, ti meg ilyen... Mi meg mi? Na, ilyen potyak is jeggyel utazók, a jegy is az ennyi. Mindenki ott száll ki, ahol a műsor véget ért. Ezt tudom neked mondani. Nem lépünk meg itt előbb. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Egy érdekes cikket találtunk, ami arról szólt, hogy hányan próbálnak ismerkedni tömegközlekedésen. Ugye, hát van, aki pasizik, van, aki csajozik. És mi is találtunk egy hírt, miszerint egy 19 éves fiú odalépett egy lányhoz, megpróbált vele megismerkedni, ezt a barátja nem nézte jó szemmel, megvárta a végállomásnál a leányzót, meglátta, hogy rámentek a pasiára, és jól megverte az udvar. A saját sztorikra nem is nagy jutott idő, pedig nekem is lett volna. Gondolom, mert nincs előző sztorit lett volna. Hát, figyelj, a másik oldalra látom, hogy a lány végignéz előtt, és annyit mondjuk, hogy nyugi, még növésben vagyok. Igen, és a Jack Mini megkérdezi, kisfiú, kisfiú, ne sírjál, megtaláljuk az ügyet, nem sokára. A hangos bemondós bácsit, és akkor bemondjuk, hogy a anyukád meg apukád jöjjön érted ide. Ne aggódj, nevedet tudod, már nem vagy elveszett gyerek. A szülők nem sokára megvesznek. Na, szóval ezzel foglalkoztunk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Móri Zsigmond körtérnél jelen pillanatban. Jó reggelt kívánunk minden velünk metrózónak. Hello, itt vagyunk. Itt pössöntettem reggel. Igen? Háj, de jó hír. Érződik, igaz szavar. Na, úristen. Na, hát agyukra ment a sötétség, lehet, hogy ez egy már négy órája nem voltunk oxigén közelben. Fent nem, rossz, nem rossz, de én nem gondoltam volna, hogy egyszer azt fogom mondani, hogy picit hiányzik az ülőjúti stúdió. Ha azt mondjátok, hogy miért nem járok tömegközlekedéssel, miért nem metrózom? Tíz évig erre a napra fogok gondolni, és azt mondom, hogy gyerekek, le van tudva. Én konkrétan annyit mentem, mint más egy év alatt, úgyhogy... Négy órája ingázunk itt a két végállomás között. Nagyon kemény. Igen. Na. És végre kinyitotta valaki az ablakot. Már erjedtem. Megkaphatom a bögrét, Bali kérdezi, hallgató. Nincs bögrém, nem volt ma reggel se tea, se kávé, úgyhogy nincs bögrém. Odaadnám nagyon szívesen, de ma nem bögréztem, úgyhogy nem tudok mit odaadni. M6-os Paksi pihenőnél Pest felé van egy trafing, ezt Réka küldte nekünk, aztán még egy-két SMS, Újpesten a külső Szilágyi úton mérnek. Majdnem jól indult a reggel, szerettem volna veletek menni, aztán nem fértem fel a metróra, miattatok. Ó, ne haragudj! Hallgatok. A műsor végén lesz majd lehetőség közös képet készíteni a fura pin-up lány tőletek pár méterre. Hát Feri, leszáll, ha minden igaz, mert neked most van egy kis dolgod. 50-kor, te? Még adok két telefont a Gellért téri állomáson, csak mondom. Hoppá, és figyelj, 9 óra 50, Szent Gellért tér, és azt mondtad, 9 óra 50-kor neked le kell szállnod a Gellért téren. Figyelj! És szevasztok, itt holnap tartsizunk. Csak miattunk. Csak miattam. Elképesztő vagy, komolyan mondom. Ennyi gyerekek. Ezt a 950-et így tudtad, hogy addigra érünk a Szent Gellért téren. Igen, ez zseni ennyi, vagy. 950. Komolyan mondom, de elképesztő ez a négyes metró. Puszíjuk a vodás lányokat, mondd meg nekik. Átadom. Így van. Bárhol akarják. Ne vidd el a felhallgatót. Nyugtass meg, Feri, számlás. Te péna vagy, nem tudod, hogy számlát kell adni. Jaj, Istenem, hogy kifacsarnak. Hihetetlen, kérdezte tőlem programizgat, hogy mondj egy nevet, aki ingyen megcsinálja, mondom, menjen a Feri. Így van. Feri, érted? Mondj valakit, aki ingyen megcsinálja, négy betű, Feri. Mondtam neki, hogy menjen a Feri. Mondtam neki, hogy menjen a Feri. Csokolom. Sziasztok, hello. Csak mondom, hogy a negyed is arra. Helyes szőkenén volt. Az anyám volt konkrétan, ne törődj be, ott áll a Mitterrand térben. Puszi. Jó volt a húsleves hétvégén. Tényleg csokolom. Az anyám volt. Bejön az anyám. Buksza milfekre. Tényleg az anyám volt. Mindig tetszett. Ez is igaz. Ez is igaz egyébként.
Na, drága hallgatóink, hát ezt nem hiszitek el egyébként, hogy mennyire szürreális önmagában ez az egész négy óra, hogy jövünk, megyünk a föld alatt. Közben a hallgatók állnak velünk szemben, mert hogy a kocsinak a végén vagyunk. Közben beintegetnek folyamatosan az ablakon, tehát az ember kicsit szétesik. Szétesik így a végére. Úgyhogy Csabit szoktuk ilyenkor megszólítani, minden igaz. Itt vagy már, Csabi? Jó reggel. Szólítsatok meg ma is. Szevasztok! Szia! Hello! Te kár, hogy nem vagy itt. Nevet komolyan. Csabi, na, hát, csak őszintén, Janikám. Annyira hiányoztok ilyenkor innen a stúdióban, de hallom, hogy azért jól érzitek magatokat. Kellemes emberekkel. Tökéletes az adás. Álló 4G-ne. Nagyon, nagyon, nagyon flott az egész. Nagyon flott az egész, igen. Kicsit így 4 óra föld alatt elfáradtunk a végére, de nagyon, nagyon szerettük, igen. Amikor én reggel otthon kávézás mellé bekapcsolom a rádiót, azt hittem, hogy valami nem stimmel, és innen a stúdióval adtok, mert annyira jó a minőség. Nem, nem. Ki a legnagyobb nyal? A Feri az állandó szólyó, sajnos ez már nem fog összejönni, Csaba. Jó volt a hétvégén, Csabikám, minden oké? Okay? Nagyon jó volt, hát kihasználtuk persze, hogy jó idő van, úgyhogy a D-vitamint magunkba gyűjtöttük, mert ki tudja, hogy mikor lesz rá lehetőségünk. Mesétáltattuk a kutyákat, voltunk foci versenyeken, hát játszottak a srácok, úgyhogy nagyon jó volt. Jól sikerült hétvége volt. Köszönöm szépen. És a tiéd? Mondod, el sem meséltem reggel. Na, egyébként mi volt? Két dolgot. Az egyik, hogy egy Virág nevezető lányt üdvözlöm kell, remélem, hogy hallja, ő tudja, hogy miről van szó. A lányomat köszi, hogy bemondtad. Vadon? Nem, egy Virág, aki nagyon, nagyon tündér, és őt üdvözlöm kell, egy 12 éves kislány. Miért fejbe rúgta a Benni? Biztos, hogy valami ilyesmiről van szó. Tündéri aranyos kislány nem sírt nagyon, amikor a Benni kajakra fejbe rúgta a spince. Nem, csak aki hallja, azt tudja, hogy át kell kérni. A másik, meccsen voltam én is, a gyermekem első foci meccsén voltam hétvégén. Gólt rúgott? Nem tudom, mert beszélgettem. Nem, mert már segédedző. Igen, de sajnos kapus volt, tudom, és öngolt. Nem, Google rugott gólt, és na, igen, és tényleg megható volt konkrétan. Kis mezben felvonultak, ajándékot kaptak a végén. Nem, te nem a Balotelli mezében. Nem a 9-es jó, olasz mezben, kapott rendes mezt, és több kis településről, városból jöttek a kis ellenfelek, és nagyon nagy. Ez a Bozsik torna volt nektek is? Tessék? Ez a Bozsik torna volt nektek is? Nem tudod, hogy nem folyok bele nagyon a részletekbe, megmondták, hol legyek és mikor, ott most voltam a gyerekkel. Most mondta, hogy foci, nem torna. Igen, arról szólt, hogy különböző települések jönnek, és csapatok egymás ellen játszottak, korosztályok, megfelelő korosztályok. Ha volt olyan korosztály, mert a Beniék úgy tudom, hogy az izékkel a szeniorokkal fontíztak, egy papákat kerülgette, 70 éves bácsikat aláztak. Hoppod, de vissza, bebőrözd be! Nem ér, ezen voltatok ti is? Akkor lehet, hogy igen, lehet, az hogy ez a Bozsik torna is minden második hétvégén, ugye mindenki a korosztályának megfelelően kap ez maga mellé néhány csapatot, és akkor mit van 8 csapat sorsolás, mindenki játszik 4 meccset, és aztán a végén nem hirdetnek győztes, csak kiemelnek egy-egy játékost, hogy nagyon ügyes voltál, csak itt tovább, stb. Ez volt. A foci öröme. Ez volt. És olyan büszke voltam, tudod, hogy az első verseny a gyereknek, hát azért az ember az úgy tényleg meghatódik, hogy kifutottad a zöld gyepre, a hátán felirat Sebestyén 2, mert ugye az apja után csak második rá. Ez nyilván egy rohadt nagy Balázs arcképbe futott ki a pályán. Ő az apám, lecseleznek köcsöket. Így van, elintéz. Ha nem vagyod, hogy lecselezzenek, apám elintéz. Állj félre, mert itt van apám is. Igen. De hát tényleg jó volt. A szülőként azért megható ilyet átélni. Na, nívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy morning show, akkor ajándékcsomagot ad. Nem, itt a helyszínen is kiabálják nekünk, hogy morning show, de nem. Én is olyan büszke voltam, hogy úgy bevert a hétvégén 2 adag durva gombócot, hogy ugye? Megható szülőnek lenni. Na, hívjuk, várjuk. Ti onnan telefonáltok, igen, vagy itt az Annának kellene jönnie? Nem, innen, ja, jó, innen. Csinál, innen. Oké, minden van, egy komplet. Morning show. Az bizony, ügyes vagy. Jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Ciao, hello. Megvan a tapsgép is, és... Jobb később, mint soha. Igen. Te vagy a 48-as, te vagy a 48-as végű? Telefon? Igen, nem? Nem írtad alá, igen, hogy hívna? Igen. Hogy hívna? Csaba. Csaba, hol hallgatsz minket, Csaba? Én jelenleg úton vagyok, most a Balatoni úton hallgatok én. Balatoni úton. Na, nagyon szerettük az SMS-edet, a következőt írtad. Ez a legundorítóbb dolog, hogy soha nem olvassátok be az üzeneteimet. És ezt a negatív dolgot el fogom mesélni az ismerőseimnek, pedig nap mint nap hallgatlak be. Nagyon tetszett nekik az SMS, főleg miután megnéztem egyébként a rendszerbe, hogy 2 hónap alatt 4 darab SMS-t küldi. Tehát, hogy azért akkora elmaradásunk nem lehetett. Figyelj, te ezen kicsit tényleg durci lettél, bedurcoltál ezen, nem? Igen, vagy balába keltem, de egyébként majd más távon sarról is szoktam küldeni, már az nem ilyen.
Na hát ezért hívtunk vissza, hát egy kicsit jobb kedvet lesz. Én mindig elmondom az SMS-ekről, hogy ezért ez olyan, mint az étlap, tehát ez nekünk egy alternatíva. Nem kötelezőszerűen kell nekünk az összeset beolvasni, de ez, hogy te ezen felnőtt létedre, mint egy 3 éves gyerek így berágtál, ezt mi nagyon szeretjük egyébként. Nagyon, nagyon szeretjük. És mi, az igazi bosszú az Oliban, nem, amikor elmondod a társaknak is. Tehát, hogy elmesélem ezt a többieknek is. Kapsz egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. És van még egy ajándékunk neked, mert hogy megmaradt még egy darab okostelefonunk, amit sorsolnunk kellett volna, de nem maradt rá idő, csak hogy ezt is elmond az ismerőseinek, még egy okostelefont is adunk neked ajándékba. Mit szólsz? Nagyon örülök, felrosszáltuk a napomat esküszön. Na, most már nem utálsz bennünket annyira? Nem utálok benneteket egyáltalán. Ne is utálj. Jól van. Balábbal keltem fel. Jó, ezt a nyugodtan. Figyelj, mi ezért vagyunk, ha az ember balábbal kell fel nyugodtan. Belénk lehet. De Ágbír Gyula bármikor cserélne vele. Ugyan már. Köszönjük. Szép napot nektek. Ciao, hello. Sziasztok. De Ágbír Gyula bár. Csavikán. Azért azt én el tudom képzelni, hogy most innentől kezdve milyen SMS-eket fogtok kapni. Hogy rohadjatok meg, hogy gyűlöllek titeket, nyertem? Tehát nagyjából ez lesz. Figyelj, ez általában egyébként minden reggel így van. Tehát mi kicsit ilyen ütköző zóna vagyunk, hogy is mondjam szépen. Tehát, hogy valaki bal lábbal kell fel, az abszolút érezhető, hogy belénk rúg. De hát ez így van, mi ezt már így megszoktuk. Na! Milyen zenéid lesznek, Csabi? Figyelj, ha nem fogjátok szeretni azt, amit ajánlok, akkor meg foglak mondani titeket anyukámnak, jó? Ajánlom nektek a Fifth Harmony nevű... Legalább megint beszélnél vele ennyi év után. Ezért, amúgy is fel szeretném hívni tényleg, hogy mi van velük. De hogy... akkor tényleg valami jót ajánljál, ne valami szörnyűséget. Figyelj, a Janinak biztos, hogy tetszeni fog, mert 5 csaj. Azért bízom benned is, hogy igen, te is igen, még velünk vagy, hogy Fifth Harmony néven futnak most, nagyon sok névvel illették már őket, ők amerikai X-faktorban indultak, aztán összerakták őket egy ilyen lánycsapattá, és van nekik ez a Worth It című slágerük, ami szerintem egy nagyon különleges, nagyon hallgatható valami, egy ilyen nagyon-nagyon odaverős refrénnel, ha meghalljátok, akkor onnantól kezdve azt fogjátok fütyülni egész nap. Jó, Csabikám, nem kell hype-olni, már hallottuk ez össze. Jó. Így van, érezzük. Én megmondom a kanyámnak. Nagyon tolod, de 4000-szer hallottuk már. Jó van, nem fog berohanni most a Titus a stúdióban, mert itt van velünk. Nyugi, most akkor neki is ajánlom. Itt van a sajtótájékoztató. Ő nem hallgat minket. Igen, Csabikám, jó munkát neked, jó? Köszönjük. Vigyázz magadra, ciao. Szia. Na, drága hallgatók, hát elköszönünk akkor tőletek. Jó, ez most melyik végállomás, a keleti pályaudvar vagy a Kelenföld? Nagyon jó kérdés. Ha a Kelenföld, akkor állítsátok meg. Mert most indulunk Kelenföld felé. Az nagyon jó, az nekem pont jó, akkor kiszállnék. Így 4 óra után. Jó, úgyhogy hát köszönjük szépen sponsorainknak. Kiválóan működött a 4G, tényleg. Gyerekek ígérték, és ezt betartották. És úgy is lett. Úgyhogy le a kalappal előttük. Köszönjük szépen. Holnap 6 órakor már a megszokott környezetben jövünk. Jó, Ferivel kiegészülve, aki most még egy kicsit a sponsorral van, a sajtótájékoztatom. Csak tényleg egy a pontosítás véget, meg hogy a kallerek időbe oda tudjanak érni. Most a kelenföldi pályaudvarra tartunk, ott el tudjátok csípni Balázs, nincs jegyes érvényes bérlet. 10 óra van pontosan, szép napot mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.